Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. FM-en. Így már sokkal jobb. 6 óra múlt 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello, Jani. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és igen, itt vagyunk, és itt vagyunk. És már itt a zenénk is. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hét utolsó napján pénteken vagyunk. Bizonyám. Ne veszem ezt a mellé, mert zörög gyerekek, belezörög az adásba, és mindenki azt hiszi, hogy egy fasírozott a szendvicset boncolgatok, de nem. A szakállam beledörzsölődik ebbe a kis túlélő mellényben bejárok, úgyhogy ledobtam. Nem is értem, ledobtam ahogy magamról. Vetted fel ebben a tavaszi hajnalban. Hát igen, nagyon három fok, hát azért az minden csak nem dervesztően hideg telecske. Hát ez nem az. Ez nem, gyerekek, és állítok 10 fok van, és olyan öröm ért engem tegnap, hogy valami, nem is tudom mi történt, de nagyon nagy dolgot csináltam tegnap. Mesélj, mi van? Nem kapták ki teniszben? Nem, ma van meccse, ma van meccs. 8 órát aludtál egy húzamban? Á, nem, gyerek, azért pörgök ennyire, meg keveset. Tehát ha én túlalszom magam, akkor vagyok ilyen. Két órát két és felett aludtam összesen. Minden évben új gyereket. Így van, még egy gyereket. Figyelj, ahol elfér 6-ot, elfér 7 is, ahol elfér 8-ot, elfér 9 is. Nem, hát ugye ő szegényként, illetve nem szegény, hát egy 2,5 óra, 3 óránként fenn van, de a 3 óra az úgy, hogy 3 óra akkor mondjuk, vagy 2-kor fel kell, 3 mire megetetett büfizik, de a 2-höz képest 3 óra. Tehát 5-kor kell, de te 3-kor teszed le tulajdonképpen, 3:30-4 mire elalszik, de már 5-kor ugye újra, tehát hogy... De ez nem baj. Ez nem. Nekik kell egyen legyen jó étvágy, legyen dundi, egészséges, jó kis gyermek. Pont ilyenkor, ahogy Gábor is mondta egyébként tegnap, ilyenkor építi fel aztán az ő kis immunrendszerét, ilyenkor, hogyha jó étvágya van, az aztán ez de ez nem baj című mondatot szerintem egy hét múlva már ebben a formában nem fogja megállni, helyet, mikor úgy jövök be, hogy egy karddal mindenkit hátba szúrok majd, és olyan alvási helyem lesz. Most még tudod, az az alvási hely van, amitől túlpöröksz. Tehát amikor úgy jössz be, hogy beszélsz és itt vagy, de már érzed, hogy már annyira fáradt vagy, hogy már azért beszélsz ennyit. Menekülés. Igen. Ugye? Már előre menekül a testem. Úgyhogy ebből hétfőn, kedden ebből nagyon csúnya dolgok lesznek, gyerekek, de hát egyelőre ez van. Na mindegy, nem is ezt akartam mondani, lemosottam a kocsimat. Hát én mindenre gondoltam csak erre. Atya úristen. Csak hogy érzékeltessem, hogy ez miért durva. Mit eszel, mit iszol, hallod? Hogy ez miért durva. Oda mentem a végén, és maradt rajta egy-két bogárnyom. Aha. Mondta a csávó, hogy ő januárban... Nem bogár, hanem lövés. Januárban eszébe nem jutott, hogy megkérdezi, hogy kérek-e bogárírtót. Uh-huh. Mert hogy körülbelül júniusban volt. Nyári bogár az. Nyári bogár. És mondta a csávó, hogy a mosoda vezetője, hogy figyelj, ne haragudjunk rajta, mert nekiálljunk-e újra, mondom, már hagyjátok a fejem, de hogy ő meg, azért meg se kérdeztem, mert januárban nem szoktak nagyon bogárírtót kérni. Mondom, ember, nem ismersz engem. Nem ismersz engem. Na mindegy, és kézzétek el, beültem egy kávézóba. Na ne! Hogy lehet ennyire bátran élni? Nem, srácok, mert hirtelen szívhalált kerülgetem. Jöjj hátra, Jani! Ez már nekem tényleg sok. De várják, kocsimosás, és kávézó. Olyan voltam tegnap, mintha újra 25 éves lennék, beadtam az automat kocsimosóba, fölmentem egy budai bevásárlóközpontba, leültem, megittem egy presszó kávét. Interneteztem, és 3 óráig ültem egy helybe, és azt hittem, hogy aztán elkezdtél szemezgettem az életemet. Hölgyel, aki beleszúrta a villáját egy Eszterházba. Igen. Adtam egy nagyon nagy borravalót a kislánynak, vidáman elbeszélgettem vele, elkértem a wifi kódot, és egy órán keresztül ültem háborítatlanul egy budai vásárlóközpont kávézójába, gyerekek, és azt éreztem, hogy valamit visszakaptam az életemből. A gyerekes szülők, akik szerintem állandóan 6-ban állnak munkában, otthon, feleség, háztartás, gyerek, azok szerintem értik, hogy ez miről szól, hogy egy óra, amikor visszaköltözöl a saját életedbe. Ami csak a tiéd. És ami csak a tiéd. És ott ültem, kávéztam egy jó feketét, megittam egy narancslevet, és azt gondoltam, hogy nem kell több. Aludtál egy fél órát az asztalon. Aludtam egy fél órát az asztalon, hogy belém rúgtak, hogy felkeltettek. A hasad. Igen. És azt éreztem, hogy egyszer nem kell több, tehát az állandó éjszakai kelés és az állandó nappali szolgálatban állás, gyere, old meg, Patika, menjél. Ugye hát ez folyamatosan van akció azért a gyerekkel. Kiütöttem egy 3-4 órát tegnap, és... Boldogan mentem, senki nem értett. Nézze, hülye, minek örül, tudod?
sétáltam, de teljesen vidáman a bevásárlóközpontban. Értitek ezt? Ennek értitek a filozófiát, hogy ez miről szól ez valójában? Én maximálisan. 3-4 óra, egy helyben csöndben üldögél és egy forró feketével napközben? Hát ez nekem úgy, nem. Úgy, hogy van wifi. Hogy ott ülsz, és mossák a kocsit, és te ott ülsz, és azt hiszed, hogy úristen, köszönöm, hogy ez most megadatott. Jaj, de jó. És aztán hát mész haza, és indul az őrület, egy gyerek, másik gyerek, ami nyilván imádok, és nagyon jó, és azért lesz ülő az ember, hogy ezt megtapasztalja. De azért tegnap este sokszor visszavágytam abba a kávézóba. Kicsit lélekben ott maradtam egy órára. Úgyhogy ez volt. Hát. És ez nekem most egy akkora sztori, hogy ezt most szerintem talán nem is értitek, hogy ebben nekem mennyi minden van. Én tökre megértelek. Hát mondjuk én már jócskán túl vagyok, egy picit hál' Istennek ezen az időszakon, de hát akkor öröm, amikor hazajön a gyerek, és aztán mondjuk a cipőjét nem kell a konyha közepéről elvinnem oda, ahova egyébként le kéne raknia, csak az iskola táskáját kell a kőről felszednem és odaraknom a helyére. Csak a kabátját kifordítani és normálisan felakasztani. Annyira jó érzés tud lenni. Amikor kicsike dolog elég így az van, élethez. Persze. Amikor csak a vacsoráért kell megcsinálnom, amikor csak ki kell szolgál. Hát igen, de szerintem más azért. Tényleg. Más 1-12, mint 1-5, meg egy 0. Majd rájössz. Persze, egyik sem könnyű, de nem, azért... Minden egyes időszaknak megvannak a maga szépségei, és a maga, hát, kicsit fárasztó szegmensei. Aztán majd később, meg majd te jössz rá arra, illetve egyiket menni kapcsán amúgy rájöttetek, hogy amikor viszont nincsen baj a gyerekkel, és csak úgy fekszik, és néz, és gőgicsél, és csapkod a kis karjaival, hogy mennyire jó tud lenni az, amikor beszélni. Kiszámít, ne, azt mondom, hogy a Benni kapcsán nyilván rájöttek, hogy volt nála egy időszak, amikor nagyon nehéz volt vele, és azt gondoltad, hogy úristen, csak már beszéljen, csak már jöjjön, menjen, aztán megjött a beszélős jövősmenős időszak. Hova vész? Gyere vissza! Hello, hol van, mit csinál, Jézusom, leesik fel, ott eléri akármi, aztán azon túléltetek, és megint jönnek. 5 évesen, 3 éves, hogy beírás, ne írás, Dobi bölcsi, 5 évesen, 8 évesen, hogy megkamaszodik, akkor azt mondja, de jó lenne 5 éves lenne, 5 évesen azt mondja, de jó lenne aludna. Tehát minden korban azt hiszed, hogy az a legnehezebb, az 3 évben rájössz, hogy dehogy is, az sokkal nehezebb, mert éppen vagy kamaszodik, akkor milyen jó lenne, amíg az lenne a legnagyobb problémát, hogy nem alszik éjszaka. Hány szülő mondja azt, hogy de jó neked most csak az a probléma, hogy nem alszik éjszaka. Majd a haza jön 13 évesen a pasiával, tudod. Tehát, hogy mindig az ember azt hiszi, hogy az a legnehezebb. Nem? És aztán jön egy következő korszak, amikor azt gondolod, hogy az. Aztán az. Aztán... És aztán a kamaszkor, a felnőttkor, amikor a szülő ellenség lesz. Mindig az aktuális. Igen, mindig az aktuális kor. Azért nem bánom, ha már elköltözne. Úristen, elköltözött. Üres a lakás nélküle. Annyira hihetetlen. Kirepült. Igen. Gondold azt, hogy az élet azt tanította meg, hogy 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt azon járt az eszed, hogy milyen külföldi út tesz boldoggá. Mit vegyek meg magamnak ma? Mit kaptál? Most 50 meg. Perc egyedüllé. Egy óra 50 wifi. Perc, hey! Gyerekem. 50 perc, kávézás. Kávé. E-mail, 50 perc, nem is egy óra. Nem volt egy óra, mert már menni kellett, akció volt. Köszönöm. Mi lesz ebből 9-kor? Fél órára beültem valahol, bekapta gyorsan egy feketét, aztán narancsolat kisebb hozták. Fia, alig 10 percet tudtam szusszanni. Aztán volt egy túrotorta is, tehát hogy én tényleg nem csak ért, soha nem ülök be nagyon. Szeretek egyébként egyedül lenni, csak hogy tényleg mindig van valami. Túrotorta? Te képzeld el, tegnap meggondoltam rá. Valamelyik nap krémesezés, ma túrotorta? Itt valami kompenzálás van. Konkrétan elindultam. Ma megyek csekkolni, csak mondom, de tereltem tegnap, nem azokat fogom megkóstolni. Jó, megszoktam. Igen, úgyhogy bűnöztem is, úgyhogy ez volt, és hát egy tiszta autóba beülni. Szóval én ilyen apró dolgoknak. Első takarítást is csináltam? Én mindig be. Hát fél év után. Fúj, de nagy vagy. Konkrétan egy McCafé volt az anyósülésen, 2 darab rohadt banán hátul, egy fél kifli, és egy 3-4 darab kakaós csiga marad. Csoda, tehát ez így néz ki, nálunk mindent lehet a kocsiba, tehát nálunk nincsenek szabályok. Csoda, hogy nem jutott idejük meg energiájuk a bogártalanításra. Mi van nálad? Lehet enni? Mik a szabályok? Nem tudsz beülni az első, mondjuk ugye nekem csak első ülés van a kicsi. Tehát ott annyira nagy dzsúva van, hogy oda nem tudsz beülni, tehát ha valaki azt akar, hogy velem eljön, akkor mindig azt mondom, hogy indulás előtt egy fél órával szóljál, hogy összeszedjem a dolgot. A családi autóba ott persze, hát a srácok ugyanúgy. Van akinél nagyon ér. Nem, nekem vannak barátaim, akik nagyon szigorúak. Semmi, nincs evés, nincs ivás, ha iszik a gyerek, kiszállítja a kocsiból, ha eszik, akkor megállnak. Tippemel a kocsiba nem lehet beszállni. Most hazamegyek anyámhoz, vagy hazamegyünk, az 253. Ezzel iszol, mész tovább? De nagyon sokan csinálják. Fia, az én kocsimba beülnek a barátom, és nem hiszik el, hogy én mit engedek meg a gyereknek. De miért engednéd? Hát ez egy a jobb oldali hátsó üveg, ami fóliázott, az tele van matricával. Tegnap elmondták a mosóba, hogy a büdös életben nem jön le többet, csak a fóliával együtt. Mondtam, hogy nem baj. Akkor is az gyerekem. Én megengedtem neki, hogy ragassza végig a jobb oldali hátsó ülést. Mert ő ott ül mindig, és az a kis matricája nézi, szereti. 2 éve már ugye rá se nézett, mert 5 éve este, mert nem érdekli. De azok ott maradtak. Mondta a Pali, hogy
Van egy rossz híre. Ezek nem fognak lejönni. Miért engedem ezt meg a gyereknek? De nem számokért, csak írja, számokra figyelj nálunk, ez így... Nem, így lehet, tehát az autóban értünk, tőlem azt sem a gyerek az autóban, itt akar. Nyilván oda nem lehet kubantani ezzel a szemem. Ez olyan, mint amikor az ajtó mellett... Azt hitte, hogy azt is lehet, de azt nem. Méred mindig évről évre, ugye, hogy egy hány cent, és akkor azok fenn vannak. És akkor így mit tudom én, egy 10 év múlva visszanézitek, és látjátok, hogy ott van, és akkor ez ilyen jó érzés lesz. Ha nem tudnám, hogy egy pár év múlva már nem lesz ez a tiéd az autó, ha szerencséd van, akkor a egyébként tök jó lenne, hogy beülnétek, és akkor látnak, hogy emlékszel, benézt, 3 évesen rajzolta ide a vajbőrre, és ezt lá, emlékszel, akkor 4 éves volt, emlékszel. És a növekedés meg az oldalán lehetne, tudod, ilyet, mint a falra szoktuk. Ahogy a patentja végighúzza az autót. Az is jó, vagy ugye a falra szoktuk rajzolni, hogy milyen magas a gyerek, egy kis ceruza vonással, de ceruza lekopik a kocsidról, tehát ott karcold meg a kasznit. A mini meghúzom. Ahogy ő, igen, a gyerek egye, és oda dátumot is odaírhatsz, mint a vízállásnál a Dunaparton van egy-két ilyen rekord bejelölve. Emlékszel, 18 éves volt, amikor azt a kislány tűsörkucipőben ide támasztotta az autónak, és hogy meghúzta. Nézd meg, ott van, nézd meg, ott van a nyoma. A kocsinak a dukkózása. Igen, na mindegy, úgyhogy gyerekek, csoda szép, és általában lemosom, akkor másnap szakad az eső, és most 3 nap napsütés, úgyhogy még talán ez élvezhető is. Úgyhogy nagyon. Jött egy bácsi autót mosatni, figyelj, koszt nem volt a kocsia, mondtam. Mergával? Nem, ő jött. Ismerős volt. Hogy mondta, hogy igen. A briganti maga tolt le a múltkor a hatocsak. Igen, végre megvan maga szemét, hallottam a rádiót. Jött egy bácsi, hogy olyan makulátlan autóval, gyerekek, hogy nem hittem el. Ez egy külön téma lehetne egyébként, hogy az autó mekkora szentség a családban, és mit akar az asszony, mit akar a férfi, és mit enged meg a gyerekeknek. Ezt szerintem jövő héten megcsináljuk. Az autó szentsége. Háború van belőle szerintem. Kiszállt egy 60-es pacák egy fehér BMW-ből, olyan szinten tiszta volt az autó, hogy én nem, hogy nem mosattam volna le azt a kocsit, tehát az számomra újszerű. És mondta a Pali, kiszállt, és hallottam, hogy nagyon koszos. Nézted, hogy nagyon alaposan, mondja, nagyon alaposan kellene, kívül mindennel, vakszal, nagyon koszos. A kocsi úgy nézett ki, az enyémben én álltam mellette, a csávó azt mondta, hogy hol voltam ezzel offroadozni, tudod. Kérdeztem, mondom, tessék megnézni, ez a koszos, mondom, ezt tetszik mosatni. Hogy ez nem koszos. Kint ott az anyósülés jólán, és megmutatta a vajszínű padlószőnyeget, amiben nem hogy lábnyomban volt, hanem nem léptem rá, és mondja, nézzem meg ezt a szőnyeget. Hát ez csupakoz. Mondom, tessék velem jönni. Most mutattam. Tessék velem jönni. Áthívtam a kocsimhoz, kinyitottam neki az ajtót, a csávó nem hitte el, amit lát. Járilag ez is bűnés. Nem hitte el. Csak annyit kérdezett, hogy hogy tud így élni? Ezt tudta. Hogy na jó, Jeskin, hogy tud így élni? És ebben a kérdésben egyébként minden benne volt. Mondom, hát gyerek van, kicsit mondom, rányabb vagyok, igen, mondom, nálunk az autó nem. Vagy szakíthatod a civilizációt. Hogy? Nem értette. És 5 percen keresztül mondtam Mosonnak, hogy milyen szintű koszos az ő autó, és mit kéne vele csinálni. Nem hittem el. Arrébb állok az enyémben, hogy elkapjak valamit, mondta a bácsi. Úgyhogy hát ezen gondolkoztam tegnap, mint kávéztem, hogy ez egy jó téma lehet egyébként. Igen. Kinek mit lehet, kinek mekkora szentség. Van, akinek fontosabb, mint a nő, az autó. Van, aki azt mondja, hogy autó, nő, gyere. Simán. Na jó, nálam is vannak barátok. Nála is azért félre siklott az de vannak ilyenek ide. Tehát nálam van két olyan barát is tényleg, ahol semmi nincs az autóban. Tehát a gyerek egy cumis üveggel közelített, mikor kicsi volt az autó felé, és a csávó mondta, hogy megállsz, kiszállsz, be nem teszed a lábad, itt nem eszel. Volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy ő nem teszi be a gyerekülést, mert hogy az olyan kellemetlen, hogy egy jó pasinál gyerekülést. Ja, hülye vagy, mert gyereked van, mondom, tedd már be. Nem. Egy évig nem tette be a gyerekülést. Megnyomja a kárpitot, tényleg. Betette a gyereket, berakta a gyerekülést, elvitte, és amikor a gyerek tudta, hogy 3 napig nem ül a kocsiba, kiszedte a gyerekülést. Hogyha átnéznek a kocsiba, ne lássák. Hát az, igen. Érted? Hát nem. Hiúsági kérdés. Igen, hiúsági kérdés. Neki ne legyen az autójában a gyerekülés. Mondom, te nem vagy normális. Ez ilyen programpont embereknek, hogy heti egyszer mosatni kell. Tehát akár tényleg, akkor is mosatok. Addig nem vagy otthon, vagy nem tudom miért. De... Nálam ez a fél évente egy. Tehát ez a évi két mosás vagy. Meg kell, hogy legyen. Ha nincs meg az évi két mosás, akkor nagy baj van. Úgyhogy igen, ez a heti egy mosás, ez megvan. De hogy ez miért jó? Valószínűleg lelki megtisztulás. Aha, igen, hogy legalább az rendben van. És dupla árat kérnek ilyenkor, amikor látják, hogy nagyon nagy a dzsúvesz. Hát, vagy csak simán fogta a fejét a csávó. Én lusta vagyok, én beviszem egy olyanból külső, belső bőr, én nem állok neki, tehát én baromi lusta vagyok. Nincs duplár, ki van írva, hogy nagyon koszos autónál felárat szábítunk, de elfordítottam az ember fejét, amikor tárgyaltam bele az árat, véletlenül se tudja rámutatni a táblára, tudom, fordulj vissza. Nem, korrektek voltak, és nagyon szépen megcsinálták. Az egyik fiúnak még megadtam a parfümömnek a nevét is, meg megtalálta a parfümös dobozomat, és mondta, hogy hallod. De ez tényleg ezt használ. Hallod? Mondom, figyelj.
Mi ez? Kérdezte. Tedd el a dobozt. Mondd el nekem. És egy könycsepp jelent meg a szembogán. Mi ez? Olyan illat van az autódban, hogy ott mostanom, és ez mi? Mondom, gyere, mutatok valamit. Elővettem neki, mondom, a Deák téren bemész, mondom, minden csaj. Nem lesz olyan csaj, akinek ne esne le a bugyra. Hallod? Annyira értem, két gyerekes apukra. Ne, ő mozta a kocsit, mert fél, bemész. Ott van, de megmondom, hol a bolt, vegyél. Én ugyan egy másik ligában focizom, de... Ne, és de hát ő úgy köszöntünk el egymástól, hogy mondta. És megható, de hogy tényleg így... Ne, mondta, hogy ezzel ő most csajozni akar, mondom, figyelj barátom. Ez nagyon jó. Házas vagyok. Elérzékenyül. Te ez figyelj, a parfüm olyan, hogy ettől megőrülsz. Balázs, ne haragudj, hogy itt egy kicsit jobban kidörzsöltem a Vibert, mert elméláztam. Az az illat. Úgyhogy új barátokat is szereztem. Én szeretek ott a mosósrácokkal ott beszélgetni. Jó arcok egyébként. Jó arcok, az, amit nekem is tanácsoltál? Az a bevásárló központban? Az a típusú mosó, de ma egy másik bevásárló központ. Nagyon jó arcok, nagyon röhögnek, hát mindig azt mondják, hogy, tehát, hogy ők ilyen autót még nem. Soha. Hogy izé, hogy belül is azzal mostuk. De nagyon meg is szórom őket ilyen borravalóval. Tehát én megkérdezem, hogy megkapják a borravalót. Ja, hát elég összesöpörnünk az aprót, amit szóval szélva szóval az autóban összevisztél. Apró, milyen apró. Igen, szerintem, igen. Tehát ami apró tárlak, amit elraknak, az két napi. Én ilyenkor azt mondom, hogy srácok, ez most tényleg nagyon koszos volt, és akkor adok egy jó borravalót. Amit ők aztán a nap végén állítok, szétosztanak. Tehát, hogy ezt te hozzácsapod, akkor ők a szét megkapják. Igen, csak nehéz visszaváltani, mert egy csomó már forgalomból kivont fizetőszöz. 8 évvel ezelőtt volt, hogy elmentem mosatni, meg kitakarítatni a kocsit, és mondtam, dobjatok ki belül mindent. És hogy visszamentem, akkor ott állt a csávó, így azt mondom, 8200 forinttal, hogy hát ez benne volt, de hogy ezt akkor nem dobjuk ki, tudod, ami apró, akkor egy ezres, egy kétszázas, mit tudom én, és így összekaparták a pénzt 8 éve. Igen. Azt érvek, hogy mekkora szentség az autó? Ha puhább lenne a kipufogója, akkor már nő se kéne. Oh. Éreztem, hogy gyerekek, ezt jövő héten megcsináljuk, ezt írjuk föl, az, hogy kinek mit jelent az autója, és kinek mit szabad és nem szabad. Szerintem ebből háború lesz, ebben én biztos vagyok, hogy nagyon érdekes SMS-eket fogunk kapni, hogy nálam mehet, ha levegőt vesz, a gyerek ki van szállítva. Van két fotó a feleségéről, és a gyerekről is a polcon, de középen. De igen. Középen. Na mindegy, úgyhogy ez volt. Mi újság? Hát ezek után, hogy ilyen élményeket gyűjtöttél, hogy 50 perc magát. Kávé, kocsi mosás. Hát hova mennénk? Micsoda spirituális élmények ezek. Maga a megvilágosodás volt tegnap. Minden oké nálatok? Mindenki minden, van? Minden. Hát így pénteken meg aztán pláne. De. Ne válasz kocsi mosást, ugye? Hogy azok gondolkodtam, hogy most cserélnénk. Hogy el tud vinni az enyémet? Most hát 50 perc neked, megint 50 perc nyugi, legalább, de most akkor az enyémet vinnéd. Ezt megcsinálják. Az tiéd azért nem szokott ennyi dzsugolálni. Ezt nézd már meg. Kemény? Hát vicces. Igen. Nekem nem fél éve, egy éve nem volt szerintem lemosatva. Ugye, hogy úgy jó egy kicsit. Ma megcsinálom. De azt gondol, tehát, hogy én tudok neked ezzel ajándékozni, hogy bár ugyan te teszel velem jót, mert tiszta lesz a kocsi, még a napomból, de kapsz 50 percet. A kocsi egy esetben zavaró a koszos, amikor nem enged ki a sorompó, mert annyira koszos, hogy nem ismeri fel az automata rendszámodat. És mi látod, hogy jön be melletted ide mamut, alé, mit tudom, bárhol, és állnak és nyílik a sorompó. Te meg állsz hülyén, nyomogatod a parkolójegyedet, ti kifizetted, nem vagy bűnöző, de nem látja a rendszámot. Mert ugye, ha nem teszel be parkolójegyet, akkor valamikor csak rendszám alapján... Fölismerés kienged, igen. És te keresed a parkolójegyet, azt hiszed, hogy fölismeri a rendszámot, kienged, és annyira koszos, hogy rájössz, hogy az automata már nem tudja leolvasni, ezért meg kell keresed a parkolójegyet bedugni. Na, ilyenkor szoktam meg... Oké, na jó, értem. Értem, hogy ez is lemosatom. Aztán Felix szerencsével elfér a sorompó alatt az autó. Én nem fizetek parkolásért. De ő se takarít. Úgy szokott általában beszállni fel az autó, hogy kinyitja a másik oldalon az ajtót, aztán pedig beszáll a sofőrül, és kitolja a szemetet a lábával a másik. Jöztem még az én utcámban, Rócsóval. A Viki annyira undorodik az autómtól, már egyébként teljes joggal, hogy mi nemikor megyünk valahol, akkor nagyon finoman megkérdezi, hogy nem lehetne, hogy az ő autójában menjünk, mert hogy olyan most szag, és olyan állapotok vannak a kocsiban, hogy nem akar beülni. Most gondold, amikor már egy nő ezt mondja. Banánok. Ha tudod, amikor ilyen invazív hajok vadásznak már a saját autónak. Konkrétan az, hogy megyünk valahol, és azt mondja Viki, hogy fiak, hogy csinálsz nekem helyet? Persze, tudod, mózes kosár, gyerek, már mindenki bent, és az anyós ülésről egy 5 perc, mire hátrapakolok minden tenisz cucc, fél pár cipő, edzőcipő, teniszütő, labda, az ütőmre, a grip, amit rá kell tekerni, mindent. Tehát a Viki úgy jön, hogy én beülök a garázsba, és még 4 percig tudja, hogy pakolok, hogy be tudjon szállni. Igen, tehát ez a beszállás. Igen, mint az ötödik ellenben, amikor indul a hajó, hogy körbevész, és egy lángszóróval eltávolítod a különböző élősködőket. És ahogy hazakanyarodtál, a szomszéd átszólt, hogy na, már megint új kocsi.
Nem ismertem. Nézd a burzsúly, megint nem új, mert le van mosva. Megint fejéret vettél. Ne utáljátok, csak lemostam. Jó van, hogy állunk játékkal? Nagyon hát szépen. Ennél jobban nem állhatunk, mert hogy 4-0 ide. 4-0. 4-0. Akkor jó. Miénk a hét. Játszunk egyet, és már most mondjuk, hát ha van olyan hallgatónk, nyilván van, aki nem hallgatott bennünket tegnap, hogy megérkezett a reálos mez. Megám. Megérkezett, itt van. És ma 9 óra után, ahogy ígértük, ezt sorsoljuk. Úgyhogy 9 óra után Ronaldóval, Reállal kapcsolatos kérdésre lehet majd számítani, ha valaki szeretne nyerni, vagy ért a futballhoz, szereti ezt a mezt, riassza azokat, akiknek nyerne, vagy akik meg tudják neki nyerni, ha ő mondjuk nem tud minden kérdésre válaszolni. Mert hogy 9 után elhangzik majd egy kérdés, és az aranylabdás Cristiano Ronaldo által dedikált, frissen szerzett reálos mez, ami szerintem egy világra szóló relikvia. Óriási. Tehát ilyen most a világon sincsen sok gyerekek, hogy a friss aranylabdással aláíratott reálos mez, szerintem ebből van most 10 darab a világon összesen. Főleg, hogy még a friss Puskás díjas James Rodriguez-nek az aláírása is szerepel rajta, aki szintén reálos, ugye. Úgyhogy a Real Madrid fanatikusainak ez egy fantasztikus relikvia lett, meg tudjátok nézni az Instagramon, fenn van a fotó. Bizonyán. Picit rontuk az összképen Ferivel mi ketten, de ettől függetlenül nagyon jól néz ki a mez. A kedvenc hozzászólásaim természetesen ettől függetlenül az Atlético Madrid fanjaitól, illetve a barcásoktól jönnek, a gyújtós felmosóra és stb. Igen, nagyon jók vannak, én is olvasgattam, igen. Igen, az Instagramon meg tudjátok nézni, 9 óra után sorsoljuk ezt a kis mezecskét, jó? Úgyhogy mindenki turbosítson majd, és szóljon annak, aki nyerni szeretne, vagy meg szeretné nyerni. Na, fél hét múlt pontosan 2 perccel, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk, gyerekek, annyira belemerültem itt a dolgokba, hogy át is ment a rajtam a hírek. Tehát egyszerűen Ákos híre járt. Nem nyomot? Nem, dolgozom éppen valamit, annyira elmélyültem, hogy semmit nem tudom, mi történt veletek. Hogy vagytok itt az elmúlt negyed órában? Most kezdek visszatérni. Belemerültem a gépembe. Jól vagytok, minden oké? Megette a joghurtját. Egyre jobban. Tök jó minden. Egyre jobban. Az a jó. Az a jó. És még mindig nem mosattunk kocsit. Egyikünk se. Tegnap. Az a jó, gyerekek. Na, játék azt mondja, hogy ugye 3-0, 4-0? 4-0. 4-0, 3-0 nem is lehet, 4-0-ra vezetünk. Cson nélkül lehet, hogy behúzunk egy hetet? Lehet. Hát ezt most akkor ragadjuk meg rosszul, az alkalmat. Rosszul nem tudunk kijönni a dologból, mert ha mondjuk behúzzuk csont nélkül, akkor az ugye hatalmas dicsőség egyrészt, másrészt meg ugye, hogyha egyet odaadunk a kedves hallgatóknak, akkor pedig ez a becsületpont, amit átengedtük. És így, igazából mindegy, hogy mi történik, mert hogy 4-0 vagy 5-0 lehet, vagy 4-1. Tehát megvagyunk, de próbáljuk meg cson nélkül behúzni. Van. Nem? És mindenki tudja, hogy én tét nélkül nem játszom, úgyhogy hajrá, srác. Így van. Tudom, hogy a kicsi a tét, a kedved sötét. Igen, egészen pontosan. Minden nap egy alma és a doktor alma. Igen. Egy Bász Fencer a legnagyobb. Terenc Hill a legnagyobb királyok. Na, jól van, hát akkor játszunk, jó? Nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa, mennyire bátor, mennyire ügyes, mint a legkisebb ugrifüles. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Erika! Sziasztok, igen! Szia, Erika! Honnan hívtál minket, Erika? Hajdúböszörményből, de most éppen Pesten vagyok. Rossz vonatra szálltál, vagy? Nem, egy ilyen szakmai úton veszünk részt a főnökséggel, egy a kislányával. Ja, csak meglepett, hogy Hajdúböszörményből hívsz, de éppen Pesten vagy. Mondom, igen, hirtelen... igen. Nem tudtam összetenni. Szakmai úton a főnököddel és a kislányával? Igen. Na, mit csináltok? Megyünk Olaszországba, Riminibe. Egy jó kis szakmai út a főnökkel Riminibe. Table dancing? Vagy mit csináltok? Még ha gyerek is van, akkor nem biztos, mit csináltok? Csak fotón van ott a gyerek. Nem, cukrászok vagyunk, és ilyen szakmai út. Ó, na. És mi van Riminibe, amit nincs? Nem tudom. Tenger? Ja, a szakmai út, az tengerport, értem. És a főnököddel mész Olaszországba szakmai útra, ez úgy hangzik, mintha az ember valami, a főnökömmel kell menni szakmai útra Olaszországba. Nem olyan. Igen. Nem. Nekem is van párom, és a főnök is családos, tehát nem erről van szó. És ők hova utaznak szakmai útra?
Együtt utazunk. Ó, igen, ott a főnököd is, ha vele utazol. Igen, egy buszba vagyunk most, igen. De és jó. Te a pároddal is, ő is a párjával. Négyen mentek? Nem, a főnököm, a kislánya és én. Tehát a párok nem mennek, ugye értitek? Aha. És mennyi időt töltötök el ott? Rémaszországon. Négy nap. Persze. Cukrászda látogatás? Igen. Ó, egy jó kis cukrászda látogatás a Riminiben. Picit bánod már, mi, hogy elmondta. Amikor a hallgató megbánja, hogy betelefonált, igen. Ajajajajajajajaj. És akkor hogy hívják a főnöködet? Antal. Neked csak Anti. Anti. Na de tényleg mit csináltok Riminiben? Nyaraltok? Nem nyaralunk ki, ez ilyen szakmai kiállítás. Ja, kiállítás. A cukrászoknak, igen. És akkor kiállítanak ott mindenféle süteményeket, igen, meg cukrászati termékeket, vagy gépeket, stb. Aha. Igen. Az jól hangzik. Nem tudsz hozni valamit? Egy gombóc fagyit? Egy műanyagtálba? Alkodhatunk egy morning show fejendékcsomagért. Tudod, hogy velünk aztán lehet dílni. Oké. És busszal mentek? Igen, egy kis busszal. Nem lesz rövid. Az nem egy rövid túra. Igen. Igen. A halomantal ott beszél valamit. Igen. Kivel szeretné játszani, Erika? Janival, mivel szereti a süteményeket, így... De aranyos, most már Balázs is kezdi megszeretni. Csak igen, azért kezdek rá csúszni a dologra. Endorfin termem. Erika, jó, nézzük meg, hogy mire mentek egymással, jó? Jó. Te, jó. Jani és Anti, jó? Jó. Persze, Anti, csak ott hátul mehetünk? Mehetünk, persze. Na hát akkor 3, 2, 1, és tessék. Na, kérdezz nyugodtan. Melyik a kedvenc süteményed, Jani? Tegnap óta például a Ropi Roppancs nevű. Ez egy új kreáció. Hallottál már róla? Szerintem nem. Akkor álljunk. Most megtartam róla, beszél egy kis reklámot, csinál neki, annak kóstol, hogy mindenki, ez zseniális. Igen, hát ez, igen, szerintem nem. Kicsit így, mintha megálltál volna, de aztán úgy érezted, hogy a nem, az úgy se tiltott szó. Hát miért ne lehetne? Aztán így bedurantott. Szép volt, Jani! Köszönöm szépen! Megvan a hét. 5-0. Így kell ezt csinálni. És a Ropi roppancsal, ahogy te oda csaptál, érted? A sós Ropi találkozása a tejcsokoládéval. De megmaradt a Ropi, vagy mi? Nagyon finom. Nem, milyen nevek? Ropi roppancs? Hát a neve az nem egy extra, de nem, a neve nem extra, mondjuk ki, Ropi roppancs. Nem? Tegnap ettem Erzsébeten. Igen, és ott még nem volt kint az arcod? Nem. Erika, hát ez sajnos nem. Ez rövid volt. Marad Rimini és Antal. Nézzön. Köszönöm szépen. Jó cannelloni. Köszönöm. Jó cannelloni. Jaj, imádom a cannellogni. Ennyi. Megaláztad a Ropi roppancsal. Na, ez most nem volt szép. Antinak volt egy bejövője otthon. Kivel mész te Riminibe? Erikát is hívta a férje, és Antit is hívta a feleség. Hova mész te? Gyere haza. Most miért tette ránk? Utána, amikor ránk teszik a telefon. Véletlen volt szerintem. Igen? Aha, tehát vége volt a játéknak, mondta, hogy köszi, és tingi. Szerintem egyébként most ez letette. Nekem is az az érzésem. Hát, bosszúból, hogy közúti ellenőrzés. Jó, de Antal vezet, nem ja, ő. Nem, vagy a gyerek. Nem tudjuk, nem, hogy mennyi idős a gyerek. A betelefonás harmadik másodpercében bánta meg, hogy betelefonált szerintem, amikor szegénykére rákérdeztünk, hogy és kivel mész Riminibe, a főnököddel, miközben a párod otthon maradt. Jó, mi legyen, ne hívjuk vissza, lehet, hogy megszakad, de nincs is ebben több igazából. Na, hát gyerekek! 5-0. 5-0, gyönyörű. Hát... gyönyörű, az első hét sem volt rossz, az 3-2, de ez az 5-0, ez magáért beszél. Visszavehetjük lassan az univerzum kiírája címet. Igen. Lassan, azt már elfelejtetik a hallgatók. Az már a múlt. Ennyi. Ki emlékszik már arra, hogy volt egy elvesztett meccsünk. 15. Így van. Szerintem hátradőlhetünk és megérdemlünk most két zenét. Egy jó Robival indítjuk az órát. Nagyon egyébként jó. Na jól van. Drága hallgatók, akkor küldjetek nekünk közlekedési híreket. Jó, kinek hogy indult a reggele, kivel mi történt. Szeretjük az ilyen típusú SMS-eket. Meghallgatjuk Ákos híreit újra. Aztán egy pici zene, mi pedig jövünk Robbie Williams után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt, pontosan 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello Bello, hello mindenkinek, jó reggelt. A hét utolsó napján vagyunk pénteken, és hát gyerekek, lassan vége a hétnek, jön a hétvégére a jó idő, nem kell ennél most több, most nem? Jó idő jön, vagy rossz, most ne csináljátok, mert az egyikőtök azt mondja, hogy ma még jó, holnaptól már rossz. Jó, rossz mondott valaki rosszat? Ki volt az? Igen, Ákos. Igen? Na, de lesz itt segre, pacsi, akkor. De akkor jó, csak hogy játszátok. Figyelj, le. Szombat 9-10 fok napsütés. Hát az januárban, az nagyon jó. Aztán vasárnap már 8 fok és esőt látok én, az okostelefonomon hétfő 6 fok eső, az már nem hangzik túl jól, na várjál, itt van a mester. Na várjál, most na mond. Már most megint elő vagyok véve az időjárásra. Valamelyikünk le lett szúrva, de én sem tudom, mit mondtam. Most mi van? Én a Balázs telefonjának hiszek egyébként mindig a legjobban, mert az kijelzi, hogy kis felhő, 9 fok, oszt kész. Eső valószínűsége, páratartalom, voltál-e kakilni, az mindent kír, mennyi. Ha kell, mert érzem kisgazdám, hogy kell. Tehát az minden beig. De egyébként jó idő lesz szerintem. Tehát ez az ügyesen, idő, amire nem tudsz meg ügyesen belekeverted, Balázs. Felhő is lesz. No, így van. Figyelj, itt a telom. Egy hívásra vendégem vagy, nyugodtan. De te sem mondtál rossz időt, nem? Nem mondtam rossz időt. Azt mondtam, hogy kisüthet a nap, de lesz felhős is. Meg lesz, eső is lesz. Eső is, igen. Ezt úgy hívják, hogy változékony idő 9-10 fokban. Aki rutinos és időjárás mondanak, azt kell, hogy változékony. Így van. Változékony idő 9-10 fokban, tél van, tessék. Rétegesen. Ennyi tulajdonképpen. Olyan vagy, mint az egyik ilyen magasabb beosztású kollégánk, aki mindig mond jót is, meg rosszat is, hogy ne lehessen rajta fogást találni. Nagyon jó vagy. Nagyon jó. Jól tanulsz. Én bízom benned. Tesó. Én bízom benned. Na, nézzük a közlekedési híreket. Mit írnak a mi hallgatóink? Riminire sokan reagáltak, nem akarjuk mi. Nem akarjuk mi a játékosainkat bántani. Sokan írják, hogy na persze, Rimini. Hát higgyük el, hogy ők Riminibe mennek egy szakmai útra. Miért nem mehetnének? Egyébként visszatelefonált Erika, nagyon fontos, hogy nem azért tette le, mert bármiféle takargatni a valója volt, megszakadt a vonal. Visszahívta Annát, drága volt, kedves volt, udvarias volt, úgyhogy az ilyet nagyon kedveljük. Erika, hallasz minket, köszönjük, nem ránk tette a telefont, hanem megszakadt, de visszahívott bennünket. Ez szerintem egy szimpatikus kedves. Így van. Vonás. Úgyhogy ezt kedveltük. Persze, jönnek az SMS-ek, Riminiből írok a szállodaportáról, francia ágyas szobát foglalta. Sajnos csak két ágyas volt. Szemetek. Igen, azt mondja, hogy Tépe és Berettyóújfalu között rendőrautóból mérik a Derecske felől érkezőket. Balika küldte nekünk, Trafi Miskolcon, a József Attila utcán a kifelé vezető oldalon, ezt Attila küldte, valamint a 83-as főúton Győr-Szemerén szintén Trafipax van, üzeni nekünk Kukori. Jó reggelt, lenyomtam a szokásos reggeli tornámat, most pedig hallgatlak benneteket. Csúcsok vagytok, nagyon klassz napot és hétvégét nektek. Sziasztok, azt hittem, hogy van itt még folytatás, de nincs. Köszönjük szépen. Kérdezi tőlünk Misi talán, hogy miért nem lehetne, vagy nem lehetne esetleg az, hogy 10 előtt, vagy 9 előtt sorsoljuk a MESZ-t, mert hogy addig tud minket hallgatni. Oh. Igen. Utána már nem biztos, hogy rádió közelben tudok lenni. A kisfiamnak szeretném megnyerni a MESZ-t. Misi, lehetne egyébként nekünk, picit mindegy, viszont ezt mi már tegnap megígértük, hogy ma 9 után sorsoljuk, és ezen már nagyon ilyenkor változtatni nem szoktunk, hiszen sokan úgy időzítenek, akik nyerni szeretnének, hogy ők 9 után ültetnek le valakit a rádió elé, ha ők nem tudnak hallgatni, nekik most csalódás lenne, ha előrébb hoznánk, úgyhogy 9 után kell, hallgattasd meg a szüleiddel, a barátaiddal, hát valakivel próbáld elkapni a kérdést, küldjön egy választ, aztán lehet, hogy nyertek, gyereknek is adjuk, sőt gyereknek adjuk a legszívesebben, csak hát ahhoz hallani kell a kérdést. Megbízható ember legyen, nehogy az legyen, hogy megnyeri neked a MESZ-t, aztán azt mondja, hogy tudod, mikor adom oda. Megbízható, hát a vezérigazgatónak a sógorát is tudjátok. Nagyon jó. Barszások, atletikusok kiméljenek, jó? Tehát nem adjuk portörlőnek, nem adjuk rituális elégetéshez, és nem adjuk tábortűzrakáshoz, nem adjuk felmosó viledarúthoz, tehát nincs ilyen. Csak reálosok, vagy reál szeretők írjanak róla. Barszálosoknak nem ér csalni. Elvenni tőlünk a MESZ-t, és utána valahol haverokkal rituálisan elégetni. És tényleg valami nagyon szíves szóló történetet, vagy igen, gyerekhez, vagy 30 éve vagyok reálfan, de egyébként 29 éves, és stb. Tehát, hogy ilyen típusú történeteket bekábítanának minket, akkor hogy nem egy ilyen nyerné meg, és utána pedig másnap felkerülne a YouTube-ra egy ilyen rituális elégetéses videó. Óriás plakáttal. Aj, óriás a híd alatt, tudod. Igen. Na, megnéztem a Coherence című filmet, tetszett. Hétvégére is mondj valami jó filmet. Szintén, Balázs. Nézd meg a Halál 50 óráját, az nagyon jó. Egyébként tényleg jó. Hú, gyerekek, olyan jó sorozatot nézek, te! Mikor nézel? Na. Most álljunk meg ezzel, te ráérsz sorozatot nézni. Már van rá válaszom. És sírsz, hogy mert neked éjszaka dolgod van, napközben dolgod van, alig tudtam kiszakítani 50 percet az életemből. Mikor? A válaszom erre az, 2 hónapja töltöttem le,
8 részből áll a sorozat, és másfél rész néztem eddig meg. Hogy érezd azért, hogy mennyi. Meggyőztelek ezzel, hogy egy egy nagyon érdekes dolgot mutat be. Arról szól a sorozat, F-fér ez a címe. A fair. Aha, köszi. Nem, mintha le akarná tölteni, de a fair, te a fair. Te a fair. Te a fair. Te a fair. Világos. Arról szól, hogy van egy nagyon jól szereteten alapuló, jól működő amerikai család. Uh-huh. Ők elmennek egy kisvárosba nyaralni, és már ott... Már gyanús. Semmi durva nincs benne, egyébként baromira unnátok. De tényleg, tehát hogy nem is ajánlom nektek, bármi, sok mindent ajánlok, hát de ezt nem. Engedjük is el. Arról szól, hogy a Pali beleszeretett a kisvárosban egy nőbe. És bemutatja az ő egy nyáron átívelő viszonyukat úgy, hogy megmutatja a nő oldaláról, hogy mi történt, és a férfi oldaláról. És egy ilyen párhuzamos bontásban a sorozat egyik feléig mindig a férfi elbeszélése van, utána megmutatja ugyanazt az elbeszélést a nő unalom oldaláról. Hát több unalom lehet kétszer ugyanazt végignézed akkor. Miért mondod, kétszer nézed végig a nő oldalán ugyanazt? Történő dolgok engem is mindig érdekeltek, és nyilván mondjuk ez igaz, és az van később. Figyelj, ha kicsit szereted ezeket a lassabb dolgokat, párkapcsolatra alapuló, én úgy bírom, szeretem, hogy jön a kísérlet, és hogy miért lép félre a férfi, hogy félre lép-e, hogy megteszi, hogy mi löki a másik nő kezébe, hogy aha, mi a vége, mi a feloldás, van-e kiút egy ilyen félrelépésből, meg tudja a feleség, meg lehet-e bocsátani. Nagyon sok szép kérdést boncolgat, teljesen hétköznapi módon, tehát nincsenek benne ilyen nagyon nagy túlzások. Én nem tudom még, mi a vége, egyelőre hát zajlik aha a dolog. És megmutatja a férfi és a nő oldalát. Egy részen belül két elbeszélés van. Fél óra a férfi, fél óra a csaj. Nagyon szép kis sorozat. Így a nagy lövés, rohanós, öldöklős közepette egy ilyen kis félórás desszertre jó az. Aha, tetszik, tehát egy szeretem. Olcsó kis szériás. Tulajdonképpen igen. Világos, értettem. Nézzük, unalom, jó, azonnal indulok. Mi a neve még egyszer, te a fair? Te a fair. Nem egy pörgős, tehát azért aki ezt letölti, nem pörgős. De szerintem ilyen feleséggel megnézni, beszélgetni róla, csajok szerethetik. Szerintem ez jó kis sorozat, de nem egy Walking Dead, vagy nem egy True Detective, vagy hogy? Nem egy... House of Cards, tehát nem ilyen jellegű. Vagy Breaking Bad. Most. Ezek mit? A Jani ezeket ismeri. Nem, de sajnos ezekre nekem nincs idő, mert még mindig, minden este az eskő videónkat nézzük meg egyszer. Na mindegy, aki szereti így a párjával kicsit összebújva ilyen párkapcsolatos dolgokat nézni, az szereti. Jó? Az szereteti ezt a kis. Csak egy mondat, Janinak biztos, hogy nincs esküvői videója, tuti. Van? Nincs. Neked biztos, hogy van. Van, meg fotók is vannak, aha, de mindig a szülést nézzük. Tehát összegyűlik ezt a család, és akkor megnézzük a császárt. Ott a feje a Bellinek. és most Noel születése, és akkor megnézi a rokonság. Nem nézzük ezeket nagyon vissza. Ezt akarok kérdezni, van ember, aki visszanézi? A csajok igen. Csajok szeretik? Képzeld, a csajok igen, én többször kaptam rajta a Vikit, hogy azért ő azt úgy betette, és azért azt úgy megnézte. De ő nem azért, hogy milyen sovány voltam akkor még. Azért nem, mert elhízott, hát, ez biztos. Hogy megöregedett a férjem? És milyen szakállás, és milyen igénytelen lett? És miért csak egy hetente egyszer fürdik? Itt még el is hittem neki egyszerre. Igen, ott még hetente ötször fürdött. Azóta 6 év házasság után már csak heti egyszer fürdik. Szerintem a csajok visszanézik egyébként. A csajok szeretik azt úgy néha betenni, kicsit úgy bőgni rajta, tudod, milyen szép volt, milyen ruha volt, kik voltak ott. Egy Palinak ma már ez... azzal se beszélek, azzal se, igen, azzal igen, se. Őt is minek hívtuk meg, ez is minek, ez is csak zabálni. Ez is csak a 6. turmix gépet hozta. Ez nem dobott be semmit a mennyasszony táncnál. Igen, igen, de nem így van. Szerintem, hát szerintem a csajoknak biztos fontosabb, igen. Én nem tudok erről beszélni, mert nekem nincs házasságkötési videóm. Ugye? Lesz egyszer, Feri, ne aggódj. Lesz, biztos, hogy lesz, és én viszont mindig visszanézem. Nem, én is azt gondolom, hogy ma már annyi sok mindent rögzítünk, annyi fénykép van például telefonon, és én a gyerekeket egy darabig vettem egy videókamerát, még amikor megszületett a Panna 6 éve. Hát figyelj, hogy kétszer bekapcsoltuk, hogy felvegyünk valamit. Hogy aztán láttátok, hogy vannak már ezek a kézből indíthatóak, mert ti még a válasat tettétek. Hát persze, a nagyok, és egy tekercseset. Igen. És Feri, nagyon jó, de ezt az aktatáskát vedd le a válladról, mert már vannak ezek a kicsi kis dívik, úgyhogy inkább azt használ. A Feri elején mindig balról jobban befolyott. Ezekre a nagy M25-ös Panasonicokra, ugye mindenki várolott a családi operatőr. A rendes videókazetát kell beletenni. Az komoly fizikai megterhelés volt egyébként. Igen. Valakit megláttak egy ízét, egy operatőrt, aki régi csinálja, ott rám, hogy nem, figyelj, csak hajlott a vállak kamerát. Az egy komoly, nagyon pusztító volt, igen. Na mindegy, de a fair. Jó? Ez Bali heti ajánlója, de a fair. Majd írjátok meg, milyen volt, jó? Mert nekem nincs ilyen letöltőm.
ha lenne, se néznéd meg, legyünk totálisan őszinték egymással, hogyha naponta töltenél le egy sorozatot, ez nem az lenne az elmondásom alapján. Rövid az életehez. Viszont nem tudom, hallottátok-e, gyerekek, én minden napot megyek át, és megragadta a figyelmemet ez a hír. Lágymányosi híd. Ne nevezzük így, neki Rákóczi híd. Köszönöm szépen, van már neve rendes. Hát ha én valakit nem akarok bántani, az a BKK. Mert szerintem az elmúlt években szenzációs dolgokat csináltak. De tényleg. Tehát a füvesítés, a villamos, a bubi, a... sok mindent csináltak szerintem a vitéziek, tényleg. De azért időzzünk el itt kettő darab mondat erejéig, ami nyilván több lesz. Az egyes villamos kontra Rákóczi híd esete. Megvan? Meg. Hát meghosszabbították a sineket, az egyes villamoson felszállsz Budán, ott a milyen híd, az a nem Petőfi, Árpád, Árpád híd után megvan. Érted, ráülsz, és körbe mész a városon, át hussansz, át robogsz a Rákóczi hídon, és a másik oldalon leszállsz. Egyetemista vagy, hát tiéd az élet, odáig fog vinni. Uh-huh. Tök jó, nagyon örülök neki. Na. Jó, hogy behoztad, mert ez egy újabb jó pont. Igen, szerintem ilyen sehol nincs, csak nálunk. Ugyanis nem biztos, hogy tud rajta menni az egyes villamos. Azt elhiszitek? De miért nem tud, nincs így? Mert nem biztos, hogy elbírja a hír. Elolvastam tegnap vagy tegnap előtt, és azt mondtam, hogy álljunk meg. Tehát, hogy erről beszéljünk egy mondatot. Nem biztos, hogy elbírja a hír. Először megcsinálták a sínt, és most magyarázkodás, terheléses vizsgálat, biztos elbírja. Jaj, ugyan persze, hogy elbírja. Tudod, hogy szállj fel először te a villamossal. Becsukott szemem, mert majd át a sofőr, tudod. Sorsoljunk ki, nagy levegő. Ráküldenek 4000 darab zilt 600 tonnával megterhelve, de azért ott, amikor az első villamos átmegy, ott azért szorulni fog a villamos vezetője. Kiderült, hogy vagy nem végeztek, vagy nem jól mérték föl magát a terhelést, és nem biztos, persze nyilván a BKK azt mondja, hogy de nyugodjunk meg, mindenki higgadjon le a francba, itt minden rendben lesz, nem biztos, hogy elbírja a híd a villamost. Ja. Megépítették a sínt, megtendereztették, átvitték, gyönyörűek a megállók, és most kiderült, hogy hoppá, ha nem néztük meg, hogy elbírja. Óriás. Hát hogy van? Figyeljetek, amikor ezt építették, vagy tervezték, akkor ez úgy volt tervezve, hogy egyszer majd átmegy rajta a villamos? Tehát, igen, hogy elvileg ott úgy hagyták ki a pilléreknél, meg a lámpáknál, remélem, hogy ott hagytak két sávot, elvileg arról szó volt. Ezért nem is jelent problémát technikailag lerakni ezeket, vagy jelentett problémát. Na de hát akkor ezt nem számoltak is senki? Hát pedig elkészült számítás. Igen, minden egyes hídnál kell egyébként lenni egy ilyen próbaterhelésnek, mielőtt átadják. És hogyha valamit úgy terveznek, hogy azon valamikor villamos fog majd áthaladni, akkor hát nyilván akkor ezt bele kellene kalkulálni. Csak gyerekek, én egyébként egy csomó minden nem értek ezzel kapcsolatban. Tehát az egyes villamos, mond nekem meg hány kiló? Az egy villamos. Igen. Egy három szerelvényből áll, hány kiló? Mondja az már, ne tere. Mondd már valamit. Hát most a múltkor, hogy miért, nem tudom. Te vagy a jó matekból. 50 tonna? Fogalmam sincs. Nincs annyi. Ha dugó van a lágymány, tonna? Egy kocsi 8 tonna. Egy kocsi 8 tonna. És ő megmondta. Mi vagyok? Mert rá van izgulva az összes ügyére. Mi vagy te ilyen okos? Hogy egy kocsi 8 tonna. 8 tonna. A három kocsi? Na, 20. Na jó, ennyire az viseljük, hülyék, az 32. Jó, azért velünk se szúrtok ki, 44. Nos, egy kocsi 8, akkor 3x8, 24. Igen. De ha dugó van a lánymenyesidon, és baleset van, ugye gondolkozzunk racionálisan, mi most, akik azért meglehetősen félműveltek vagyunk a témában, és mondjuk az elejétől a végéig áll rengeteg autó. Elvileg többnek kellene, hogy legyen az összsúly, mint... Hát plusz összetorlódik, igen, mondjuk két-hármas villamos, az ugye már mindjárt 48. Nem, arra gondolok, hogy egy, tehát hogy mit nem bír el? De a próbaterhelésnek plusz autó, egyébként plusz villamos? Pont ez a lényege, hogy a próbaterhelést túl terhel. Úgy végzik el, hogy maximum terhelést raknak rá, és nem áthaladót, hanem megállnak rajta, és állnak. Ez így volt egyébként az összes budapesti híddal elvileg. Na de igen, ha én nézik, vizsgálják, süllyed, mennyit süllyed, nyúlik, nem tudom, mit csinál, igen. Tehát tervezel húzódik, feláll elején. Tervezel egy hidat, tudod, hogy ennyi hosszat kell áthidalnod vele. Arra kiszámolod, hogy hány kamion fér rá meg villamos, annak mennyi az összsúlya. Ha én terveznék hidat, én biztos, hogy legalább a kétszeresére tervezném. Nem kell ezt túl biztosítani? Dehogy nem. Na, hát akkor mitől szakadna le? Hát nyilván túl van méretezve a híd. Hát, ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy leszakad-e, vagy csak megterheli a szerkezetet. Minden esetre kiderült, hogy nem biztos, hogy át tud rajta menni a villamos. Óriási. Ezek ugyanazok a villamosok, mint amik akkor jártak, amikor tervezték a hidat? Hát, amikor ezt tervezték, vagy szerintem még lovaskocsit. Ja, akkor nem. Hát, nem azért csak nem. Nehezebb az új villamos, mint a régi? Igen. Aha. Melyik a régi? Hát a sima. Mi?
Tátra típusú. Veled mi? Tátra. Te egy villamos fétis vagy? A fétised a villamos? Honnan tudod ezt ilyen jól? Na mindegy, maga, ha nem is időzünk el most annyira részleteknél, mert nyilván nem annyira értünk hozzá, azért ez önmagában érdekes. Ja. Nem? Kész a sín. Én ott jövök el, nem gyönyörűek a megálló gyepletével, padlószőnyeg, linoleum. Hallott, mi laminált padlót. Szalonparketta. Minden ott van. Minden hídnak van egy ember, aki ezt karban tartja, vagy hogy van ez? Nem a karbantartást végzi, hanem gyakorlatilag hídmester. A hídmester, így van, aki folyamatosan figyeli a hídnak az állapotát. Majdnem minden budapesti hídnak van külön, de inkább az van, hogy mondjuk van, aki mondjuk kettőt felügyel, van, aki csak egyet. Van egyébként női hídmester is a Megyeri hídnak. De miért, hogy a férfi hídakhoz női hídmester? És ne, híd, tehát az Erzsébet hiszed, jön a Józsi, és a Megyeri híd Androgűn, akkor inkább az legyen egy női, nem tudom, a Lánchíd az férfi, vagy Petőfi híd, ahhoz meg női hídmester. És akkor van a Lánymenyos hídnak is egy hídmester, és ő rájött, hogy gyerekek, álljunk meg! Nem jó, ha átmegy rajta a villamos, mert leszakad. Józsi, de szólalkozz, mert nehogy szakadja. És hogy jött is erre rá? Hát ez hogy van? És most megépítették a sínt, és lehet, hogy nem megy át a villamos? Hát ilyen kézi hajtányokkal kell átmenned egyik. A másikra, ott visszaszállsz egy rövid szakaszra. Az milyen lenne? És most akkor alátámasztják a hidat? Hát, vagy bemegy alá, aki meghozta a döntést, és vált, hogy az egyes villamos mindig tartja. Van egy hídmesterünk egyébként, aki a Lánchíd hídmestere, megkérdezzük ezt, hogy egyébként mit kell nézni egy hídnál. Ez egy olyan szép szakma, és annyira multidéző, nem, hogy még van ilyen, hogy hídmester. Minden nap átkopogtatod a láncszemeket az Lánchídon, hogy nem repette meg. Valószínűleg azt kell figyelni, hogy igen, télen, nyáron, hőtágulás. De mit tud csinálni? Szemrevételez, nem? Így van, és akkor jelzi, tehát ő nem karbantart, nem úgy kell elkezdeni, hogy megy a kis festékes vödrével, meg a heggesztő apparátjával, és akkor ott javítgat, meg toltozgat, foltozgat, hanem csak lejelenti a megfelelő helyre. Igen. Azoknak, akik karban tartják. Aha. Gyerekek, bementünk az erdőbe, mert itt aztán most érek hallgatunk, a statikus és a dinamikus terhelés nem ugyanaz, a tengely terhelés nézik, régebben könnyebbek voltak a villamosok, rezonancia lehet a probléma a hídnál. Berezonál? Hát ugye berezonál, ezért van az, hogyha átmegy 5000 ember a hídon, és egyszerre lép, meg nem tudom, az ugye annyira meg tud mozgatni egy hídet, hogy elvileg leszakad. Most ez lehet, hogy nyilván városi legenda, de hogy... És ha egyszerre megy rajta három villamos, akkor is berezonál, vagy mi? Hát a rúgózó rajta. Most hallgatod ezt? Elkezdesz rajta rúgózni, szakítsuk le a Lánymenyhős hídet, föltoljuk a zenét, mindenki elkezd táncolni, és leszakad. Na, itt van velünk egy igazi hídmester, gyerekek, Fazekas János, jó reggelt kívánunk, hello János. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Melyik híd tartozik hozzád? Enyém a Lánchíd, illetve még az Alagút is. Olcsón vetted? Enyém a Lánchíd. Nem lehetne átirakni azt a tulajdoni lapot. Tiéd a Lánchíd. Te laksz a Lánchíd melletti lakásban, azt tudod, hogyha kijössz a körforgalomból, mész be a Lánchídba, akkor ott az egyik falon van egy lakás. Illetve mind a két falon. Vagy mind a két falon van. Igen, az Alagúton azok eredetileg irodáknak és lakásoknak épültek, és hát azóta is úgy funkcionál, jelenleg nem lakom ott, csak az irodámban ott, mivel felújításra vár. És nálatok ugye ez egy családi tradíció, édesapád is ezzel foglalkozott. Édesapám 40 évig vigyázott a Lánchíd, de nekem tavaly volt 10 esztendő, hogy vigyázok, úgyhogy már a családban 50 éve vigyázunk erre a hídra. Mai országban az is megtörténik, hogy valaki ellop egy hidat, gondolom minden reggel úgy jössz ki, hogy hú, megvan. Annyi vas van rajta, meg azért azt érted, az éjszak egy perc alatt elbontják. Hát lopják a felső vezetéket, mindent, hát azért minden reggel van egy sóhaj, nem János? Hú, hát, jó, még igen. Mindig megvan. Aggódom is, úgyhogy egy-egy sétám során szomorúan veszem tudomásul, hogyha valami hiányzik. Mit kell nézned egyébként? Mi egy hídmester feladata? Hát elég összetett a dolog, mert az első szempont az, hogy ne legyen semmilyen balesetveszély se a gyalogosokra, se az autóra, tehát hogy nyugodtan tudjon menni a forgalom. Aztán utána nézni kell a hídnak azon részeit, amik ugye megbújnak a föld alatt itt ott, tehát azokat a szerkezeti elemeket, amit avatatlan szem nem nagyon lát. Van egy ilyen listád, amit minden nap végig kell csekkolni, hogy megyek. Oroszlán nyelv. Egy kőoroszlán megvan. Pillérek megvan. Oroszlán négy megvan. Megkopogtatod a láncszemeket? Tehát ahhoz föl kéne másznod ugye a tetejére is. Szoktam.
tudtam oda is fölmászni, úgyhogy meg vannak határozva rendszeresen, hogy ígynak melyik részeit mennyi időnként kell átnézni, és akkor az ott tapasztaltakat, azokat rögzíteni szoktuk, esetleg a korábbiakhoz képest mennyi romlás történt, javulást még nem vettem. Hát igen, ez nem olyan műszaki tárgya. A Lánchídra nem lehet bármit fölengedni, ugye már csak a koránál fogva sem túl nagy a teherbírása, legalábbis a többi budapesti íthoz képest, ugye? Tehát oda nem mehet föl bármilyen jármű. Igen, van kint egy 16 tonnás korlátozó tábla, amúgy a hídnak maga a szerkezete, tehát ez a függesztett szerkezetű híd, ami a láncra szépen föl van aggatva minden, annak van egy korlátozott teherbírása, tehát ezt nem teherforgalomra tervezték ezt a hidat, mivel amikor tervezték, még nem is volt teherforgalom. 20 tonnával nem lehet felmenni? Hát akkor én elkerülöm. Igen. Akkor szabályt sértettem nagyon sokszor, mert valahogy mindig fölengedtek a teherautóval, amivel közlekedem. Figyelj, az igaz, János, az a városi legenda, nem tudom, hogy 5000 ember átmegy úgy, hogy egyszerre lép, akkor akár leszakadhat egy híd a mozgás miatt, ebben van valami? Van valami, igen, mert hát a hídak azok mozgó szerkezetek, tehát úgy szabadon van hagyva, nem gondolná az ember, bár ha átsétál rajta, lehet érezni, hogy vannak mozgások a hídon. Például, hogy gyalogosan átmegyünk, akkor is érezhető, hogy a szélre átmegy egy nagyobb jármű, akkor érezni, hogy megmozdul a híd. És hát bizonyos körülmények közt a híd elérhet egy olyan frekvenciát, ami már károsan hat a hídra. Például az a, volt egy ilyen film, ahol a leomlott Amerikába az a híd, és azt például a szél rezgette meg. A szél is okozhat olyan rezgéseket, hogy elkezd hullámzani a híd. Azért nagyon komoly csavarodós a videót igen. is csináltak róla. Az nagyon félelmetes. Elkezdett fújni úgy a szél, hogy arra a frekóra belengedte a hidat, és innentől kezdve nem lehetett megállítani, és elkezdett csavarodni a híd, és egyszer csak összeomlott az egész. Pontot sétálsz a közepén. Akkor aha. ott az nem menekülés, az biztos. Tegnap még nem így. Anyámhoz mennék csak át. És te ismered a Petőfit karbantartóját, az Erzsébet, átintegettek egymásnak, te látod, hogy ott dolgozik, te mész a hídra, egyszerre vagytok a hídon, tehát az hídmesterből nincsen túl sok, nem, János? Négyen vagyunk itt most jelen pillanatban Budapesten, 7 darab hídunk van, meg egy alagutunk, ami így a hídmesterekhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek 2 hídja van, jó, magamnak van csak egy alagutam pluszba, nekem már nem jutott híd, ugyanis a fővárosnak 7 darab hídja van. Maga ez az új Megyeri híd már nem fővároshoz tartozó, hanem az autópályákhoz tartozó híd, úgyhogy én még nem is találkoztam az ottani hídmester kollégával. Aki állítólag kollega nő? Nem, a Köröshegyi Völgyhídon van egy kollega. Igen, a Völgyhíd. Szintén az autópályákhoz tartozó híd. Neki egy picit végigmenni, meg megmászni a hidat alulról. Az összes pillanat. Az egy picit melósabb. Nagyon szép foglalkozás, ez nem is tudja az ember, hogy milyen érdekes beszélgetés, minden nap ott mész át, nem? Hogy mennyi mindent nem tudunk a saját városunkról, és hogy mennyi mindent nem is ismer az ember, és mennyi látnivaló lenne, ha egyszer tényleg mondjuk kiszáll az ember a kocsiból, és mondjuk tényleg átsétálna úgy a Lánchídon, hogy valaki mesél róla. Minden pillérnél, minden láncdarabnál, minden, nem tudom, mozdulatunkban lenne egy 6 mondat történelem. Tehát ezt se tudtam sokáig egyébként, amíg János egyszer nem mesélt erről, hogy hídmesterek vannak. Hát azért ez ilyen szép dolog, nem? Mindenki naponta ellenőrzi a saját hídját. Mi a munkaidő? Rendesen munkaidőben dolgozunk. 8 órán keresztül lefölsétálsz a híd, vissza, oda-vissza, Buda. Hát azért kicsit összetettem a dolog, többek közt, hát elég sok tennivaló szokott lenni a hídakon, lehet látni, hogy azért sokszor dolgoznak itt-ott, úgyhogy különböző cégek jönnek a hídra dolgozni, hát azt a hídmester engedi be. Hát nem gondolnánk, de a hídak alatt fut át az összes, rengeteg közmű a Buda és Pest köz például. Havonta hányszor riasztják a rendőrséget, vagy a tűzoltókat, hogy egy öngyilkos mászkál, vagy egy öngyilkos jelölt mászkál a Lánchídon, és valószínűleg le akar ugrani. Miattad? Hát keresek gyorsan fát, lekopogom ebbe az évben. Viszonylag nyugalom volt, bár én rontottam a statisztikámat egy kicsit, idén 2-szer riasztották hozzám a Lánchídhoz a tűzoltókat. Pont ezt akartam kérdezni, hogy rád hányszor hívták a tűzoltókat, hogy én már ott van fönt ugrani akar. Nem, én a hídmester vagy. Megint ugyanaz a csávó, megint. Mindegy, hídmester vagy. Persze, hídmester még hülyeségeket is beszél. Hídmesternek gondoljam magát.
Na jó, van, a lánymesiről nem kérdezünk, jó? Azt gondolom, hogy nem a te asztalod, úgyhogy nem akarunk belemenni ilyen elméleti dolgokba, hogy hogy nem megy át rajta az egyes villamos. Minden hídmester csak a saját hídjával törődik, gondolom én, nem? Ne is nagyon kérdezünk. Egy kérdést föl kell még tegyünk a hídaddal kapcsolatban, mert ezt nagyon sokan kérdezik, hogy igaz, hogy este betolják az alagútba. Igen, ezt gyerekkoromban, már abban az időben még divat volt a telefonbetyárkodás, amikor vonalos telefon volt, és nagyon-nagyon sokszor telefonáltak, amikor elkezdett esni az eső, hogy megkinézték a telefonkönyvből a hídmester telefonszámát, és fölhívták a figyelmünket, hogy be kéne húzni a láncidat, mert elkezdett szemerkélni az eső. És kérdezi egy hallgató, hogy nátok van-e, hogy az év hídmestere, ha már van az év madara, meg az év szöcskéje, meg az év hala, tehát van ilyen, hogy minden évben megválasztanak valakit? Hát eddig még nem volt, de fölvettem a legközelebbi értekezőt. Lesz, hogy legyen. Hát tényleg most a halaknak, madaraknak van ilyen éves díjátadó, hát akkor legyen az év hídmestere, megérdemelnétek egyébként. És ki lett tavaly az év alagútmestere? Megint. Mivel egyetemiduló vagyok, ez természetes, hogy jó magam. János, köszönjük, hogy itt voltál. Jó munkát neked. Szép foglalkozásod van, és nagyon ritka. Köszönjük szépen. Hello. 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 Elő. Azt írja valaki, szerencsére nem csak magyar találmány a hülyeség. Franciaországban történt, hogy az új vonatok üzembehelyezése után jöttek rá, hogy nem fér be a régi vasútállomásokra a peronok miatt, amiket rohamtempóban kellett átépíteni, óriási pluszköltséggel. Hát ezt itt is megjártuk, kombinó, peron, itt is volt annyi minden. Egyébként most olvasom a BKK közleményét, és ők azt mondják, hogy lesz majd próbaterhelés, várhatóan február egyik hétvégéjén, és hogy a cégnek nincs jelenleg tudomása olyan kockázatról, amely meghiúsítaná a hídon a villamos közlekedést. Hát igen, hiszen a próbaterhelés előtt vagyunk még, hát miért is lenne? Igen. Ugyanakkor nyilatkozott a Városi és Elővárosi Közlekedés Egyesület elnöke, aki azt mondta, hogy az egész tervezési folyamatot a Rákóczi híd vizsgálatával kellett volna kezdeni, mielőtt ugye átviszik rajta a villamost. És hogy amikor tervezték, akkor még könnyebb villamosokkal mentek, és 50 km/h sebességgel számolt ugye a híd tervezője, most pedig gyorsabb és nehezebb, nagyobb villamosok kerültek a hídra, amik ugye 70-nel mehetnek. De hát minél gyorsabb, annál hamarabb megszűnik a terhelés, nem? Nagyon okos. Neked a tervezőbizottságban a helye. Tök jó. Hát ne menjünk lassan. Hát több idő még leszakad. Menjünk gyorsan. Gyorsan, csak a felsőhajtó. Jaj, de nézd, de már nem is. Igen, hát ez jó. Na kíváncsiak vagyunk, minden esetre drukkolunk mindenkinek, hogy a villamos ott tényleg járhasson. Uh-huh. De mint történet, nagyon, nagyon érdekes, és nagyon tipikus. Én együtt érzek mindenkivel, aki a lágymányosít majd használni fog, illetve használja jelenleg villamossal. Az 50-es villamos nem fog leszakadni sehova. Az biztos, hogy járok. Kérdezi Orsi, hogy a hídmesternek van szabadsága, ki helyettesíti? Nem vállaljuk mi el? Hát tényleg. Meg milyen végzettség kell hozzá? Az is egy nagy kérdés, nem? Mert fogok egy cilindert, egy sétabotot, én eljárkálok ott leföl, én azt nagyon-nagyon bírnám. Megkopogtatom úgy sem, de értenék hozzá, kicsit meghallgatok egy-egy ilyen kis láncdarabot, nem? Már megcsinálhatnánk. Igen, nem tudom, hogy van egy hídmesteri szak. Az az, hogy nincs egyébként, szerintem. Csak a fogászok között tudtam eddig hídmesterekről. Ott viszont van, igen. 7:30, pontosan 8 perccel. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk mindjárt. Jó, lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Gyerekek, itt minden. Itt minden van most. Megy a keverés kavarás. Igen, mennyi titok. Viszont egy jó, ez egy jó Lenny Kravitz dal. Az előző ez egy is jó igen. Volt az új albumról, nekem az is tetszett. Igen, de ez olyan nagyon Lenny-s. Nagyon Lenny-s. Ez is az új albumról van, ez egy nagyon jó Lenny dal. Nem tetszett? Hát én úgy vagyok, nem tudja eldönteni, hogy mi legyen, van nekem vagy zenész, tehát hogy így... Én bírom, ez az a fazon egyébként én nagyon bírom, tehát hogy szimpatikus alapvetően a fickó, de hogy így... Mert felemások az érzéseimvel kapcsolatban. De jó, jó kis dal, örülünk neki, hogy bent van. 31-es főúton Mendes Hűsebb között autó fejreállt az árokban, pár perce hamarosan helyszínél is kezdődhet, és Puri küldte nekünk. Aztán az M0-áson halad egy román Audis, tréleren egy transportert szállít, a tréler két tengelyes, az egyik kerék már a felnin halad. Hiába dudáltam, megvont a vállát, és szikrázva halad tovább 90-nel. Na, gyorsan Google Translate, hogy van románul, defekted van? Keressük. Hát a múltkor te elmondtad bolgárul, rovárul, de sikos az út, menjél lassan. De defekted van. Uh-huh. Google fordító, uh-huh. Mondjuk be, hátha. Vagy fura a téli gumi. Te Audis, defekted van, hogy szól Audis. Ez? Audis. Hát az Audis, Audi, azt hozzá tesszük. Defekted van, az kell? Defekted van. Hogy szól ez románul? Bemondjuk, hát ha megáll. Hát,
Ahó, pána, de szaucic! Várja, miért? Szauciut. Te született. Ez volt? Audopána, te caucic? Audopána, de caucic. Ez olyan caucijut. Kevésbé ismert latin mondás. Hát biztos másképp kell mondani, akkor, nem tudom, hogy hát, mondják. Hát, a román érti a szlovákot, tegyünk bele egy vigyázz, pozor. Pozor? Aha. Pozor, Audi. Audi, nem. Audi. Audi az Audi. Audi, au, o, pána, de caucijut. Jó, akkor én mondom, hogy vigyázz Audis, jó? Pozor, Audi. Aha. Cau, au, pána, de caucijut. Szerintem gyerekek, ha minket hallgat, átnézi a kerekeit. Ja Istenem, jó, hihetetlen, hogy még nincs 8 óra, és ezt is megoldottuk. Hát, de azt nem érzem, hogy teljesen. Szinte komolyan már látom magam előtt, hogy már húz ki jobbra egy pihenőbe. Igen. És pánikszerűen száll ki az autóba, és nézi meg. Hát szóltak a fiúk. Jaj, de jó fejek. Hát milyen rendesek ezek. Kaucsuk, azt mondja. Audiapana de kaucsuk. Audis, pozor, audiapana de kaucsuk. Gumi a gumira vonatkozik. Gumi a kaucsuk. Tényleg. Így szólt. Az lehet. Nézd meg. Audiapana de kaucsuk. Várj, ezt mondom. Csinálj még egyszer, hogy szól? Audiapana de kaucsuk. Várj, mondom előtte. Pozor, Audi. Audiapana de kaucsuk. Még egyszer. Pozor, Audi. Audiapana de kaucsuk. Szerintem gyerekek, szerintem írjatok, hogy mi van vele, jó? Félre állt, nem állt félre, nézegeti a visszapillantót, kiszállt, körbe állt, leállósába van, megnézi, kiszállt, beszállt, hol van? Írjátok meg nekünk. Nagyon jó. Tudja-e, hogy defektetje van? Szerintem tudja. Pana de kaucsuk. Aha, tök jó. És mindjárt jön az SMS, hogy jaj, bocsánat, nem román bolgár. Megoldjuk, nem, mindegy. Minden nyelven képesek most, vagyunk most rá. Most az az egyetlen baj van, hogy ugye az automárkáját most ebben az esetben ugye nem mondtuk be, tehát gyakorlatilag az összes hazánkon áthaladó román autós le fog menni jobbra. Nem, bemondtam, hogy Audi is. Igen. Ha bemondtam, hát Audi is úgy volt, hogy Audi is pana de mane kaucsuk. Tehát ez volt a mondat. Úgy indultunk, pozor Audi. De nyelv zsenite. Tényleg. Pozor Audi, hát elmondtuk ezt, úgyhogy tudja, hogy róla beszélünk. Na, játszunk. Jó, Óven bácsival és Beru nénivel, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Jó, de hangos vagy egy picit, hello! Ildi, lehalkítod a rádiót? Oké, le van. Jaj, de jó vagy, köszönjük. Honnan hívsz minket? Hát most jelenleg a Takta közből. Takta köz. Az ad valahol... Borsod megye. Borsod megye, ugye? Igen, igen. Bodrog környéke, nem talán? Hát most jelenleg Takta baj, de aztán így megyünk tovább egész Tarcalig folyamatosan. Aha. És mit csinálsz, hogy ennyit utazol? Szódavízzel házalunk. Ne de csináld! Gyerekek, milyen adás ez a mai? Ez megint különleges. Egy hídmester, aztán Ildikó, aki szódavízzel házal. Hát azért ez is ilyen szép, ugye? Szódavízzel házal. De szép az a fröccshöz. Régen hozták. Lovas kocsival kiabáltak, de jó is volt. Most is kiabálunk, csak a kocsi nem lovas. És mit kiabáltak? Mutasd, hogy szól ez, amikor megérkezel mondjuk a házunk elé. Mit kiabálsz? Várj egy pillanatot. Na? Jaj, nem már. Most kicsit szakadozott. Aha. Hát imádtad. Digitális kiabálás. Igen. Tehát szöveg nincsen, csak ez a... Nincs, csak a zene. Csak a zenét nyomjátok? Csak ez az artuditus kiabálás. Mutasd még egyszer, hogy szól? Beállnátok elé, már bosszúba se vennék. Mi az eredetéje? Karádi Katalin? Ha szomjan döglenék, se vennék szódavizet, ha így állnátok és dudálnátok a ház előtt. És szeretik a szódát? Arra felé éldi? Viszik? Fogy? Hál' Istennek, igen. Ó, de látom, a kutyák már beindultak. Igen. Közben kiszálltam a kocsiból. Jogdíjat kell egyébként fizetni ezért a kis dalbetétért? Nem. Most még. Most már majd rátszáll a nap, ha ezt hallgatja ezt a beszélgetést. Jaj, hány litert adtál már ma el? Hogy állsz eddig? Hát úgy. Sac per kb. Olyan 20 láda van most üres. Na akkor jó az. Ez egy jó reggel, meg. Nem? Hát a 8 üvegével számolva per láda.
és azért még elég korán van. Aha. Uh-huh. Na azért, reggel 8 óra 160 üveget el. És nincs is szezonja. Adtál, az jó. Nyáron jobb a buli, gondolom. Ó, nyáron persze. Uh-huh. 2-3 autó. Mi lenne, ha most az ő dallamát kellene felismerni? És nem te lennél a játékos. Kapnál egy ajándékcsomagot, és valaki lenne játékos, aki felismerni a dallamát. Ennek van valami eredetie? Fogalmam sincs, mert telefonról működik. Na tessék, ha egy percen belül valaki betelefonál, és megmondja, akkor ő is kap egy ajándékcsomagot. Jó, mutasd még egyszer? Ismerős. Gyerekek, én ezt a mai adást is imádom. Annyira beteg, hogy nagyon... 2500-ért lehetett kapni régen olyan Casio szintetizátort, ami ekkora volt, ez volt a hangszínen. Ez volt a demo. Ez volt a... Megnyomtad is a demót. Ez hozta a demót. Ha most egy percen belül kitaláljuk, kapunk egy láda szikvizet. Megoldjuk. Ugye, hány kutyát engedtek rád ebben a pillanatban? Szerintem már üldöznek. Nem, most kint senki kint. Egyébként minden mozgóárusnak megvan a saját zenéje. Igen. A Family Frostosnak is. Hát azt ismeri mindenki, ez a szólj anyádnak, hozzon pénzt. Ugye, azt ismerjük, de hogy ennek már van a tejes, van a kakaós csigás, van a krumpli, tehát már mindenki, a mozgóárus, sajtos, igen. Már mindenki zenél. Kukorékola húsos? Igen. Apró. Képzel van már, hogy... Sokan felismerték egyébként, nagyon sokan írják SMS-ben a megfejtést. Nagyon összecseng. Csak mondom. Apostol Homokvár. Kék a szeme. Házi buli. Na jó. A Homokvárra gondoltunk mi is. Igen. Tessék? A Homokvárra gondoltunk mi is. Azt írják a legtöbben. Aha. Egyébként. Azt írják a legtöbben. Van itt minden. Nagyon jó. Az apostol lesz a befutó. Lesz. Mm. Igen. Nagyon jó. Ez most akkor milyen, aki megírta először, az kap egy ajándékcsomagot? Azt nézem, hogy egyik 70 ajándékcsomagnál tart. Ez elsőnek adjuk oda. Az első apostolosnak. De te se tudod egyébként, hogy mit játszik a gép? Mi is a Homokvárra gondoltuk, de konkrétan nem tudom. Konkrétan nem. Tehát hallgassunk már bele a Homokvárba. Azon dolgozom, várja. Figyelj, hallgasd. A refrént keresd meg. Ez az? Figyelj. Mikor gyermek fejjel Homokvárat... Indítsd rá egy picit. Ez a legbetegebb adás meg. Hangra ugyanaz. Nyomjál még egyet. Nagyon jó, most lesz egy szinkronban. Figyelj, refrénél. Várjál. Most nyomd meg. Fájárat is építettem én, színes reményekkel, szerelemmel díszítettem én, aztán... Ez az, hangra. Meg vagyunk, gyerekek. Hát meg vagyunk. Nagyon jó. Figyelj, várjál, refrén. Figyelj. Nem, ez a részt játszik. Nyomd meg! Na, ez nem, ez a részt. Ja. És nyomja. Ez nagyon meg. És akkor Marika léni meg, akinek a ház előtt megállt. Megyek már rohadt életbe! Jaj, de jó! Gyerekek, hát ez megint olyan, mintha mindannyian vagy közösen meghaltunk volna, és ez már nincs, vagy most teremtettek bennünket az összes emlékünkkel együtt, ez annyira szürreális. Figyelj, Ildi, nagyon jó! Hát ez azt jelenti, hogy neked van egy ajándékcsomagod. Gratulálunk! Nem találom ezt a rohadt bugyelárit, mindenki vagyok, mi a francérkem ötször. Figyelj, most Ildikónak miért van ajándékcsomagja? Nem tudom. Hát ő tolta a zenét. Hát. Van egy ajándékcsomagot, figyelj, mindegy is, és annak is van, aki először megírta, jó? A profi zenéje az nem annyira talál be. A kék a szeme az viszont, jársz le még egyszer? Na várjál. Nem, várjál. Te keresd meg a kék a szemét. Várjál, ja, a kék a szemét? Igen, arra? Kék. Na. A szeme. Nem, az nem az. Nem, az biztos, hogy nem. Nem? Nem a Mi vagyunk a Rock az Eddát. Ah,
Az nem az. Aha. Hol akar? Aha, igen. Figyelj. Aha. Ez kemény volt. De, ez tényleg az volt. És ennyi keményebb lesz, ha lemegy reklám. Átugorhatjuk. Na most figyelj. Nem. Oké, Ildi, nagyon-nagyon jól játszottál. Hihetetlen jó voltál. Van egy ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Állnak már kint szódát venni? Hát előrébb igen. De most megálltunk, nem haladunk jelenleg. Nagyon jó, nagyon-nagyon trippes ez a mai adás, de nagyon szeretem. Aha. Tényleg. Húzd le az ablakot, hát ha azt kiabálják, hogy menj már följebb, aludnék még. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, sziasztok! Hello! Szia, hello! Higgyetek el, még alszunk, ez egy nagy közös álom. Hétfőre kérünk egy másik autóst, aki bejátszik valamit. Újítsuk meg a rovatot így. De egyébként tényleg. Ti dúdoltok, mi felismerjük. Változtatunk. Mit akarsz, dúdolást hallani Óvanéktől, vagy te dúdolsz valamit, és mi felismerjük? Egyébként ennyi csavart tehetünk. Az érdekes volt egyébként, hogy az autónak a szignálja, meg a Balázs Pali szám közötti zenéileg semmiféle minőségbeli különbség nem volt észlelhető. Nem, egyébként tényleg nem. Aj, de szerettem ezt. 8 óra múlt pontosan 1 perccel, jövünk mindjárt a legfrissebb hírekkel, és igen. Felébredünk, és jövünk a legfrissebb hírekkel. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, fiúk, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát itt vagyunk, friss, meleg közlekedési hírekkel. M1-es 142-es kilométer Pest felé rendőrök Bégó küldte nekünk, valamint a Budaörsi úton befelé a 40-es busz találkozott egy taxival, és rövid távon belül dugót okozhat, ha van még lehetőség, jelentkeznék a Reál Mezért. Hála Madrid. Van lehetőség, 9 óra után sorsoljuk majd a Madrid meszt, ugye Cristiano Ronaldo és James Rodriguez aláírásával. James Rodriguez aláírásával, ő lett ugye a Puskás díjas, és sikerült meszt szereznünk, méghozzá Ronaldo és Rodriguez aláírásával az aranylabda díjátadó gáláról, tehát mindenki készüljön, gyerekek, aki Ronaldo vagy Real fan, az 9 óra után egy óriási relikvia birtokába juthat. De ne írjátok, hogy hála a Madrid, mert a Szőlősi Gyurinak kell hálálkodni. Így van. Viszont a Real örömét tegnap elrontotta egy kicsit, még az Asa Torres, aki gyerekek évek óta adják, veszik, formán kívül van, mellélő, fölélő. Tegnap két akkorát vágott a Realnak a kupában, hogy ki is ejtette őket. Hát. Megvan ez a sztori? Nincs meg? Milyen kupa? A Fernando Torres, ugye ő szegény, az elmúlt pár évben hát szegény adják, veszik. A király kupában? Formán kívül van, igen. És tegnap egyedül lerendezte a komplet Real Madridot. Két akkora gólt lőtt, hogy mindenki csak kapaszkodott. Ronaldo az elején fogta a kis aranylabdát. Cipőjét, vagy milyen labdája. Hozta, körbe mutatta, mindenki örült. És aztán meg... Jött a Fernando Torres, és pikpak lerendezte az egész meccset. Persze, mert Rodriguez meg Ronaldo valószínűleg a leláton, hogy éppen dedikál. Érdekes, nem érdekes, hogy szegény annyira formán kívül van, és most így lő gyorsan kettőt. Én úgy drukkolok neki, nem tudom, valamiért kedvelem. Na! Mert jó a haja. A Torresnek? Na. Igen, érdekesen néz jó, ki. Jó, egy jó képű srác egyébként. Jött még egy-két SMS, itthon fekszem egy szájsebészeti műtét után összevart innyel, úgy röhögtem, hogy a varrat kiszúrta a számat. Most már nem nevetgélek. Gyerekek, ez a mai reggeli isteni veletek, olyan jót nevettem, kicsit bepisültem a konyha közepén. Elnézést, hogy ezt leírtam, írta Juli. De ez az igazság, Juli, akkor ne tartsd vissza. Viszont többen reklamálnak, már egy kis tüntetés is úgy néz ki, hogy kezdetét veszi majd a rádió székháza előtt. Rengetegen reklamálnak, tüntetnek, hogy nem volt jogos, mert hogy nem jól adtuk meg az ajándékcsomagot. Úgyhogy gyerekek, kitört a parasztgyalázat, lincselni akarnak. Állítólag más nem a zene. Igen, más a zene. Más a zene. Más a zene, és ezt mi behalóztuk. Igen. Hát lehet, de annyiféle különböző megoldás jött, hogy komolyan elgondolkodtunk rajta, hogy a jövétől lesz egy állandó rovatunk péntekenként, a Mi szól ma a takta közben igen. című. Hogy állítólag Ildikó jogtalanul kapta meg az ajándékcsomagot, és az is, aki kitalálta, mert hogy ígértük, hogy aki először elküldi nekünk a jó megoldást, az ugye kap egy ajándékcsomagot, és megkaptuk az Apostolt, méghozzá a Homokvár Légvár című számát, de hogy állítólag nem az. Állítólag nem az, és többen reklamálnak, hogy óvás bunda, és hogy mennyire tudatlanok vagyunk. Így van, mert valójában ez egy Slayer szám.
Átdolgozás, egy Slayer feldolgozás. Jön a Komár Laci 20 év múlva, bennem az is bennem volt. 20 év múlva, az ifjú Fándor megpihen. Nem ugyanaz? Ahogy énekel. Nekem meg azért, Vén Európa. Na most azt mondják, hogy Vámosi. Zárai Vámosi. Melyik Vámosi Zárai? Az Ezer évig várok rád. Aha. Aha. Nem akarom úgy adni az ajándékcsomagot, hogy nem. Jó, nem azért szerint... tisztázok, hogy Ildikónak jár az ajándékcsomag, mert ugye ő hozta a zenét. Igen. Ugye, tehát nem neki kell kitalálni, akkor az első ajándékcsomagot kell visszavegyük, amit odaadtunk az egyik hallgatónak. De még nem küldtük el. Hát a Norbinak kell szólnunk. Hát de csak így, ha most kiszaladt a postára, akkor szóljon rá valaki, hogy álljon meg, lazítsa. Gyerek, ugye, itt vagy Ildikó, jó reggel. Igen, jó reggel, sziasztok. Mi újság szóda ügyben? Hát most pont egy vevő mellett állok. Na, nagyon jó. Nagyon jó. Ki jött be, hogy annyit nyomtad a gombot? Igen, 5 üveg szódával. Jó, ide szép. Neki van tipje, hogy mi a zene? Nem hiszem, hogy felismeri, hogy mi a zenénk. Na, egyet kell még eldöntenünk, hogy apostol vagy Vámosi. Mert ha Vámosi, több százan írtak Vámosi, több százan írnak apostolt, lincselni akar mindenki, aki nem kapta meg. Már mint aki Vámosit ír, Zárai Vámosit. Nyom meg még egyszer a gombot? Jó? Oké. Okay. Nem tudja megállítani. Stop gombin. Jó, figyelj, és ez a Vámosi, figyelj. Gyerekek, ez nem az. Nem, azoknak van, nem az. Most jön. Várj, most jön Anna. Szóval azoknak van igazán, aki az apostolt írja. Figyelj. Hogyha kell, én ezer évig várom. Dehogy is, nem már. Nem. Várj, újra szólok, Ildikó, nyom meg, jó? Figyelj. Hogy? Ott, háromra, jó? Ott a... Nem úgy háromra, hogy most háromra. Hagyd mondjak ki, hogy három. Nyomd meg a stop gombot. Na figyelj, háromra. Figyelj, Ildikó, háromra. Jó? Mehet? Várjál. Itt vagy? Halló. Mehet. Egy. Kettő. Há. Rom. Az apostollaiást egy. Nem bírom, megőrülök. Akkor már inkább a kölyköd voltam. De hát se tempó, se a dallam. Ne gyerekek, apostol. Nem adjuk. Nem adjuk. Apostol ez. Mutasd az apostolt. Várj. Itt vagy, Ildi? Mondjuk volt még a házi buli főcímzené, ezt is sokan írják. Nem, ez nem. Hát ez az eleje. Igen, azért mondom, hogy ez nem. Figyelj, várjál, Ildi. Mondd meg, ne menjen el. Három. Egy. Kettő. Há. Rom, nyom meg! Pár gyermek fejjel homokvárat építettem én, csinos szökőkúttal alagó. Ez az. Gyerekek. Most kicsit az apostolra. Egy bácsi rálépett, és összedőlt a vár. Utólag már sokkal. Ez az. Jó. Ne állítsd meg! Tégelet. Jó. Srácok. Oké, köszi. Ennyi, apostol, gyerekek, ennyi. Apostol, de költsetek erre többbe se, mert ez apostol. Értünk. A beton megkötött. Erzsikém, itt vagy ez még? Az. Ildikó. Igen, itt vagyok. Erzsi, Ildikó, már minden vagy nekem. Menjél szódát árulni, elengedünk, imádunk, köszi, puszi. Sziasztok. Ciao, hello. De azért egy idése még lehet, hogy csörgünk. Van úgy, de Kacor Feri édesapa, gyere, jó, haza, fél. Lehet, hogy aha, azaz. Körülbelül 40 SMS jött a tövis madarakra, de nem vagyok hajlandó tövis madarak zenét beadni, tehát egész biztos, hogy nem. Na, eldőlt akkor? Hát, odaadjuk. Odaadjuk, nem? Tehát apostol szól a takta közben. Igen, odaadjuk azoknak, akik jó. Apostolt írtak. Jó! Ez egy nagy pszichodelikus utazás ma reggel, megint egy közös nagy pszichodelikus utazásban vagyunk, nem? Ez nagyon jó. Na gyerekek, tegnap ugye történt valami a forinttal, és néhány percre komolyra váltunk, mert nagyon sokan írnak nekünk, és már tegnap is éreztük, hogy nyilván ez sok hallgatónkat érdekelheti,
hogy ugye kiket érint az, hogy Svájcban egyszer csak döntöttek, és azt gondolták, hogy elengedik az árfolyamot, ugye kilőtt az árfolyam, így döntött a svájci jegybank, és az árfolyam küszöböt elengedte ugye az euróval szemben. Ami tulajdonképpen nem is lenne baj, csak ugye nagyon sok magyar háztartásra ez hatással lehet, és itt már tegnap ment a találgatás, hogy kire van ez hatással, ki fog többet fizetni, ki az, aki ezt igazán megsínyli, kinek nőnek majd a terheik elsősorban, és aztán kiderült, hogy leginkább ugye többek között például az autóhiteleseknek, ugye? Úgyhogy nem akarunk mi nagyon ebbe sokáig belemenni, de mindjárt fölhívunk egy hozzáértő embert a pénzcentrum.hu-tól, aki elmondja, hogy leginkább kiket érinthet ez, mert azt gondoljuk, hogy hallgatóink közül is vannak azért néhányan, akik bajban lehetnek, hogy ennyire magas a svájci frank. Így van, a frank alapú hitellel rendelkezőket, mindenkit. De benne a lakáshitelt ugye nem, mert ott rögzített az árfolyam, viszont az összes többinél izgalmakat fog okozni majd a következő havi számlánál. Ja, most mennyi állt? Meg 3-15, valami ilyesmi volt a tegnap? Igen. Hát van, aki ugye megmenekült a kötelező forintosítással, tegnap ilyen 100 forintos ingadozások voltak, döbbenetes. Egyébként az euró is mit csinált, tehát 3-16-ról, 3-23, 3-26, 3-28, 3-20, 3-22, tehát tegnap valami őrület volt. 100 forintos ingadozások azért nem voltak. A svájci franknál. A svájci franknál voltak. A svájci franknál voltak. Hát figyelj, a svájci franknál. Kilőtt és aztán visszakorrigált. 2-45-ről 400-at is megkóstolta, ez nagyon rövid ideig, aztán 3-15-ön állt meg. Így van. Az eurónál pedig 3.18-ról ment 3.26, 27, 28, vissza 3.20, aztán 3.23, tehát brutális ingadozások voltak. A svájci franknak a váltását egy ideig föl is függesztették, a váltók se tudták, hogy most tulajdonképpen mi történik. Itt van, egyik mai újságban van egy ilyen kép az egyik váltóról, hogy eladás vagy vétel 2.50, most mondok valamit, eladás 400. Igen. Nem tud mit mondani. Igen, itt ugye leginkább a devizában eladósodott autóhiteleseket érintik, akik ugye hát kimaradtak a forintosítási hullámból, de mindjárt egy szakértő nekünk elmondja, csak néhány mondat erejéig, hogy kik azok, akik most bajban vannak, és talán mi a kiút számukra. Ha van, itt van velünk Nagy Bálint a pénzcentrum.hu-tól. Hello Bálint, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hello! Na, jól mondtuk nagyjából, ugye, hogy elszabadult az euróval szemben az árfolyam küszöb, ugye, vagy hát elengedte a svájci jegybank, és a frank árfolyama kilőtt. Kire van ez hatással leginkább Magyarországon, és mi lehet nekik a kiút? Bálint, segíts nekünk egy kicsit. Nagyjából jól mondtátok, itt a devizahiteleseknek egy részét érinti. Nyilván a legnagyobb részüket nem, akik jelzáló alapon vannak eladósodva, ők ugye a forintosítási törvény miatt már január 1-től rögzített árfolyamon törlesztenek, ameddig ugye nem váltják át majd az első negyed évben a hitelüket. Viszont van a devizahiteleseknek egy köre, aki kimaradt ebből a forintosítási törvényből. Ez az autóhitelesek, akik személyi kölcsönt vettek, folyószámla hitelük van természetesen mindegyik devizában, esetleg autóleasingük van. Elég sokan vannak, tehát kb. Ilyen 377 ezer szerződésről beszélünk. Őket ez nagyon-nagyon jelentősen érinti ez a probléma, amit ugye tegnap a svájci jegybanknak az intézkedése hozott. Százalékot lehet mondani, hogy mennyivel fog megugrani körülbelül? Meglátjuk a következő napoknak az eseményeit. Tegnap úgy láttuk, hogyha ez tartós marad ez a szint, azért bízunk benne, hogy azért valamennyire javul, akkor akár 25-30%-os emelkedés is lehet. Ez mondjuk egy autóhitelnél azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 35-40 ezer forintos havi törlesztő, az még felmehet akár 50 ezer forintra is. Azért gondolom, ez egy családnál elég súlyos problémát jelent. Személyi kölcsönnél, ami ugye magasabb összeg is lehet, ott még akár nagyobb problémát is okozhat. Nincs is nagyon megoldás, nem? Hát ott eldurantok a svájci jegybanknál, az egész világ kicsit érthetlenül állt ezen döntés előtt, nem is sokan tudtak róla, tehát nem, nagyon nincs megoldás, nem? Tehát kénytelenek azon autósok, akik most ugye az elszabadult frank miatt egyszerűen megkapják a törlesztő részletet befizetni, nem? Nincs más megoldás. Hát nagyon nincs más megoldás, azért abban lehet bízni, hogy mondjuk a svájci jegybanknak nem érdeke az, hogy ez tartósan fenntartsa ezt az állapotot, ezért megpróbálja valamilyen szinten gyengíteni a saját devizáját. Ez valamilyen szinten korrigálhatja a forinttal szembeni jegyzést is, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen kimenetele lesz még ennek. Anélkül, hogy nagyon belemennék itt szakmai boncolgatásba, mert nyilván mi is laikusok vagyunk, hiszen szerintem hallgatói nagy része is csak kapizsgálja ezt a témát. Ez hogy van, hogy egyszer csak ők ezt így meglépik, és azt mondják, hogy hát ők se számítottak ilyen hatásra, hogy ennyire kilő. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit felteszel. Ugye 2011-ben kötötték hozzá gyakorlatilag a svájci frankot az euróhoz, hogy ne legyen, tehát hogy gyakorlatilag vele egy szinten mozogjon. Már ezt a lépést nem kellett volna megtenni.
innentől kezdve nem volt más választása a svájci jegyben, annak előbb-utóbb egyszer ezt fel kellett oldani. Talán ezzel még jobban is tettek, hogy ezt gyakorlatilag anélkül, hogy értesítették volna a piacokat róla, úgy tették meg. Nyilván ezzel sokakat a padlóra küldtek pillanatok alatt, másokat kiemeltek a mocsárból. Nem lehet erre igazából így utólag véleményt alkotni. Valószínűleg 2011-ben, amikor ezt bevezették, ezt nem kellett volna megtenni. Nyilván, ha összeesküvés elméleteket keresünk, mert mi szeretjük ezeket, akkor azért, ha én ennek a svájci jegybank valamelyik főnökének vagyok az ismerőse, akkor csak kötöttem tegnap előtt egy nagyobb méretű üzletet. Nem lehet, hogy ebben van egy ilyen? Mert azért ezzel most durván be lehetett keresni. Nem? Hát nem akarok összeesküvés elméletekhez. De gyártsuk csak, mondjad. Hallottunk már ilyet a piacon, hírekben kerültek már emiatt Rács mögé emberek, hogy ilyenekről tudtak. Én azt gondolom, hogy ha ez esetleg kiderül, akkor annak meg lesznek a következményei. Én nem mondanám, hogy, hogy feltétlenül ez lett volna a valakinek a terve. Igen, ha valaki ezt tudta, ezzel rommá kereste magát. Hát gyerekek, ez elképesztő. Igen, lehet, de mondjuk ebben azért tehát, hogy volt konkrétan eset, amikor ugye ebben a svájci jegybank elnök bukott bele, hogy a kedves neje ugye vásárolt 500 000 dollár értékben egy kisebb fajta összeget, tehát volt ott egy váltás, aztán hirtelen, hogy nem, két nap múlva kiderült, hogy az igaz, hogy most a svájciak se örülnek ennek? Tehát, hogy a svájci gazdaságot is ez megrogyaszthatja egy kicsit? Hát természetesen, tehát ez a teljes világgazdaságra hatás gyakorol, tehát hogy az volt nagyon érdekes nézni, hogy nem csak a svájci frankkal szembeni jegyzések, hanem például az euró és dollár árfolyamok is egymáshoz képest is elkezdtek elég érdekesen mozogni. Ez nyilván természetesen más nemzetekre, de így a svájciakra is hatással van. De hogyha még megnézzük egyébként a magyar lakosságot, hogy a devizéteseken kívül kitérint, például ami az importált áruk vagy exportált áruknál is jelentős árváltozás lehet. Tehát amikor ami külföldről érkezik áru, előbb-utóbb, hogyha ez nem javul ez a helyzet, akkor jelentősen drágulhatnak a boltokban. Például. A forinttal mi lesz? Lehet tudni? Hát azért ez ugye rekord a dollárral szemben is, meg az euróval szemben is, hogy számíthatunk erősödésre, vagy most megragad ezen a 3.20-3.20-as szinten, 3.23-as szinten. Ugye lehet olvasni, hogy ez kinek jó, kinek nem jó, miért van előnye a magyar gazdaságra, mi a hátrány, kinek hátrány, inkább kinek előny, de hogy mégis merre mozog most a forint szerinted? Nem olyan, hogy a spekuláljunk. Nem olyan, hogy a svájci franknál szerencsére, ugye itt a devizaitelek, ami ugye a legnagyobb problémát okozta a magyar gazdaságban, azt azért megoldották. Nyilván van egy részük, akiknek még ez kérdéses ez a helyzet. Nem hiszem, hogy jegybanki alapkamat növelésre lenne szükség, de majd meglátjuk a következő hetek, hónapoknak a folyamatait. Nehéz erről egyelőre nyilatkozni, pontosan milyen hatással lesz. Hát igen, a jegybank ugye be tud avatkozni, nagyon gyengül a forint, akkor alapkamatot emelnek, és akkor számítható. Megijedni nem kell itthon, tehát nem fog összeomlani a magyar gazdaság, hogyha nagyon-nagyon nagy probléma van, akkor előbb-utóbb egy jegybanki alapkamat emelés akár elkerülhetetlen lesz. Nyilván ennek a magyar jegybank nem fog örülni, mert ugye neki tartós politikája úgy tűnik az, hogy alacsonyan kellene tartani, inkább csökkenteni szerették az elmúlt években. Meglátjuk, erről nehéz egyelőre nyilatkozni. De akkor hatékonyan közbe tud lépni. Tehát, hogy ez gyakorlatilag most egy ilyen megnyugtató hangzott, hogy az MNB közbe tud lépni akkor, hogy a nagy a baj. Igen. Nem lesz ebből hatalmas probléma. Itthon láthatunk apró jeleket, nem tudom, aki síelni megy, annak most nyilván foghatja a fejét, és nem váltott időben eurót, vagy akár svájci frankot, hogyha Svájcba ment, mert annak most hatalmas probléma ez, de hosszú távon nem fog emiatt a gazdaságunk nagyobb károkat elszenvedni. A dollárra hogy spekuláljunk egyébként? Inkább a 300 felé megy, vagy lefele? Mit csináljunk? Menjünk a keletihez váltani, vagy még nem menjünk váltani? Csak egy szakmai kérdés. Szerintem inkább a váltókat. Eleve inkább kerüljük a váltókat, én azt gondolnám. Főleg, hogy a váltóknál nagyon nagy pénzt nem fogunk keresni. Nyilván, akinek volt eurója, dollárja, vagy svájci frankja otthon, még hónapokkal ezelőtt beváltva, annak érdemes lehet elgondolkodni, hogy akkor most realizálja ebből a váltóknál, ebből származó nyerességét.
lakossági szinten én nem hiszem, hogy olyan rengeteg pénztáros volna otthon valaki a párna szívában. Persze, nyilván. Jó, oké. Báli, nagyon szépen köszönjük, csak próbáltunk azoknak segíteni, akik tegnap talán kis joggal elkeseredtek, hát ha olyan sok újat nem tudtunk mondani, sem megoldás, de mégis, hogy kik vannak, vagy lesznek igazán veszélyben, legalább tudják, hogy mit kell figyelni. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Én is köszönöm. Jó munkát, nektek köszönjük szépen. Ilyet, majd csörög már ide hamarabb, jobb, köszönjük. Igen, köszi Bálint, csáó. Bálint, szépen. Hello, hello. Nagy Bálint a pénzcentrum.hu vezetőjével beszélgetünk. Tehát hogy lehet, hogy tényleg hülyeség, amit kérdeztem ezzel a... Nem, de hogy gondol, is. Hát tehát, hogy így nem fordul meg benned, hogy azért ott ezt tudta öt ember. De ezt minden országban tudják. Tehát, hogy ez minden országban, ahol ha megszólal a pénzügyminiszter, ha megszólal a Nemzeti Banknak a vezetője, akkor az az adott országnak járhat egyfajta valuta gyengülése, valuta erősödése. Mások, akik tűz közelben vannak, és tudják, hogy délután kettőkor megszólal, és mit mond, azok egy órakor egyébként bevásárolnak, vagy eladnak évvel. Tehát, hogy azért ez nem egy svájci specialitás. Te tudod, hogy mondjuk mit mond a pénzügyminiszter, mert ott vagy, tudod, hogy olyat fog bejelenteni, hogy kicsit gyengül a forint, akkor arra játszol, vagy éppen erősödik a forint, vagy éppen veszel, vagy eladsz, vagy tudod, hogy mi történik. De azért ezt minden országban csinálják, hát ha ez tudatos volt, és ez kiderül nyilván. Nálunk biztos, hogy nem. Én tudom, mit mond. Én spekulálok. Sehogyis. Na jó van. Hármas ugrást játszunk, jó, lehet jelentkezni játékra. Többen írják már, hogy szeretnék a Real Mezt. Mindenki figyeljen, 9 óra után sorsoljuk majd a Real Mezt. Addig mindenki nyugodjon le egy kicsit, jó? Azt hittem, elmondod a klasszik. Igen. Nyugodjon le a csudába. Jó, gyerekek, 9 óra után sorsoljuk a Real Mezt. Még egy picit türelmet kérünk mindenkitől. Nem sokára jön a kérdés, 9:04. Jövünk Ákos hírei után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:09 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és többen kérdezik tőlünk a tegnapi beszélgetésünk után, hogy lehet-e még segíteni, hol van a számlaszám. Igen, hogyne, hát erre még majd sokszor visszatérünk természetesen. Ugye összeakadtunk mi Erzsivel, aki egy egészen, hát nem is tudom, szívszorító történetet mesélt el, hogy 4 gyerekük van, és az egyik pillanatról a másikra leégett az ő házuk. Beszéltünk vele tegnap előtt olyannyira, hogy gyűjtést is indítottunk, kiderült, hogy van egy egyesület, és ott van egy bankszámla szám, jönnek az SMS-ek folyamatosan, hogy hol lehet segíteni, hova küldjék a csomagokat. Mi ezt tegnap elmondtuk, de mondjuk minden nap, hogy igen, a cél az, hogy szeretnénk nekik 4 gyerekkel együtt esélyt adni az újrakezdésre, ugye, hát ez lenne a legfontosabb. Semmi esélyük nincs, tehát az önkormányzattól 20 000 forintot kaptak, ami nyilván nem old meg semmit. És elkezdtünk egy nagy országos gyűjtést, mint az Ország Jézuskája, ugye ez tulajdonképpen az alcíme ennek az akciónak, hogy légy te is az Ország Jézuskája, és szeretnénk nekik segíteni, hogy legyen esélyük az újrakezdésre. 4 gyerek van, a történet az drámai, és hát tényleg szívszorító, végignézték a 4 gyerekkel, ahogy leég a házuk. És ahogy mindenük oda lesz és mindenük, az utolsó játék, az utolsó kanál, az utolsó kép, emlék, semmiük, a szó legszorosabb értelmében semmiük nem maradt. És tegnap már összefogott az egész ország, folyamatosan érkeztek a felajánlások, mi is közzétettük a morningshow.hu-n ugye a bankszámlaszámot és a címet, mert ugye gyerekruhától kezdve a használati cikkeken keresztül ajándékokig, illetve pontosabban nem is ajándék, a jó szó, inkább a segítség, tehát ruhák, minden, amit tud az ember küldeni, az nekik nagyon-nagyon jól jön. Cipőjáték, bútorok, bármi. Bármi, így van. Úgyhogy a morningshow.hu-n meg tudjátok nézni a címet, jó? Így van. És segítsünk a családnak. Megtaláljátok egyébként a főoldalon, és az van odaírva, hogy Morning Show adások, segítsünk a családnak. Így van, meg tudjátok nézni az egyesületnek a bankszámlaszámát, egy ember kezeli, beszéltünk róla, vigyázzunk mindenki pénzére, elmondjuk, hogy mennyi jött össze, ha van elég, akkor megbízunk egy ügyvédet, aki ezt felveszi, segítünk a házvásárlásban, tehát szeretnénk ezt a dolgot lebonyolítani elejétől a végéig. Ugye 4 gyerek van, hát ez a legszívszorítóbb, egy 2,5 éves fiú, egy 9 éves lány, egy 14 éves fiú és egy 18 éves lány. És hát ők együtt nézték végig, hogy leég a házuk. Tehát döbbenetes a történet, amit elmondott Erzsi tegnap. Pontosabban tegnap előtt, tegnap aztán ugye mesélt még néhány emlékképet vagy pillanatképet a drámáról. Hát hihetetlen, hogy minket mondod. Annyit szeretnék kérni tőletek, hogyha utaltok, és ezt nagyon szépen köszönjük, meg még sokszor meg fogjuk köszönni, remélhetőleg, akkor mindenképpen a közlemény rovatba, amellett, hogy mondjuk beírjátok azt, hogy Szövétes család részére, vagy Tűzkár, vagy leégett házú család, írjatok már bele, legyetek kedvesek, egy MS jelzést, hogy egészen pontos összeget tudjunk majd nektek mondani arról, hogy mennyit sikerült általatok összegyűjtenünk, tehát egy MS jelzéssel. Így van, de a számlát egy ember kezelés, csak ezek az összegek lesznek rajta, tehát nincs is arról szó, hogy ha nem írtok közleményt, akkor nem ismerik. Igen,
elkülönítik. Tehát legyen mások ott csak... is küldenek, mert ez ugye ez egy helyi kezdeményezés, és akkor mások is fognak oda küldeni összegeket valószínűleg. Jó, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, jöttek kérdések, ott megtaláltok mindent a honlapunkon. Hétfőn rákérdezünk szerintem, beszélünk Erzsékkel, hogy mit kaptak, hogy állnak, beszélünk az összegről, hogy ne, természetesen folyamatosan beszélünk róla, persze szeretnénk tényleg örömet szerezni ennek a családnak, rászolgáltak, megérdemlik, hát ezt szerintem el se tudjuk képzelni, hogy ez mekkora dráma lehet. Na, hát félek a játéktól, ezen 2 óra után pszichedelikus utazásunkat folytatjuk tovább, persze, hogy mit csináljuk. Hát ha valami nagyon elvont hallgatónk lesz, és vele is tudunk egy jót játszani. Hármas ugrást játszunk, és ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt! Mi vagyok? Ne haragudj, túl normális vagy, nem játszhatsz. Így van, igen. Tényleg a mai reggelben egyszerűen nem fér be. Nem, aki túl okay. Túl normális, az nem okay, fér be. Oké, úgy általában azok. Honnan hívtál minket, Feri? Budapest. Budapestről mit csinálsz, mit dolgozol? Portás vagyok a Semmelweis Egyetemen. A Semmelweis Egyetemen van portás. Van ennek jó oldala is, hogy az ember tud olvasni, esetleg filmeket nézni, nem kell ott mindig mindent felügyelni, nem? Vagy nagyon kell figyelni? Kell figyelni, de attól függetlenül van rá lehetőség. Van rá lehetőség, jó, nem akarom, hogy bajod legyen, esetleg nem kérdezek erről többet. Jó, Feri, egyedül vagy van ott körülötted valaki, segít neked valaki? Egyedül vagyok, de lehet, hogy közben tudnak segíteni. Valaki ott a felsőoktatásból? Igen. Professzor. Figyelj, volt olyan játékosunk, aki egyedül játszott, majd elindult, beküldtük az igazgatóiba, kijött tanársegéd, gyerek, diák, bezavartuk a tanáriba, és végül az egész tanári kar együtt oldotta meg a kérdéseket. Igen. De hát akkor te most egyedül vagy, meglátjuk. Na, milyenek a kérdések, Jani? Nem tudom, mennyi csodás mentem, de nagyon jó. Szabatosan megfogalmazott, igényes, én azt gondolom, hogy nagyon korrekt. Alaposan utána néztél mindennek, ahogy szoktál. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés pasztartóért. Hogy nevezik idegen szóval a kézírás elemzésével foglalkozó szakértőket? Ajaj. Grafológus. Nem olyan bonyolult ez a dolog. Na. Na, mit mondtam, hogy jó kis kérdés volt? Nagyon oda tetted. Tényleg jó volt. Menjünk tovább. Sapka sál, ez a második nyeremény. Morning Show-s Class FM-es, nagyon szép. Nincs aláírva, ezek az ajándékok most nincsenek aláírva, kivéve az órát. Nem dedikáljuk. Lassan nyár lesz, és sapka sál. Hát a januárban lassan nyár lesz, az tetszik. Ez nagyon optimista, de ez jó. Ez nagyon optimista hozzáállás. Na? Oké, mehetünk. Igen? Persze. Így szól a második kérdés. Melyik magyar történelmi személyiségnek van mellszobra a washingtoni Kapitóliumban? Ő az egyetlen külföldi politikus egyébként. Az nagy dolog. Óriási. Széchenyi. Jó helyen kapizsgáltál, de nem. Nem a legnagyobb magyarról van szó, hanem egy másik nagyon nagy. Mondtad is a nevét most utólag. Igen, most kezdted el. Kossuth, így van. Kossuth, a Kapitóliumban. Volna, Feri. Hát igen. Nincs baj. A legközelebb megpróbáljuk, jó? Így van, játszottam egyet. Köszönöm szépen. Nagyon szép napotok. De nem lett rossz kedved? Nem. Jó. De jó se. Jó se, jobb se. De valamivel jobb, mert játszottam. Na, ez a lényeg. Egyen, köszi. Szép napotok. Neked is. Köszönjük szépen. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, hát szerintem a fél ország várja a kérdést. Nagyon jó lesz, összetett kérdés, többszörös kérdés, össze kell adni. Adagokban. Találós kérdés. Adagokban adjad nekik. Még ne is mondd, csak hogy milyen jellegű lesz. Az a kérdés, hogy? A folytatást meghallgathatjátok a következő megszólalás. Mi a kérdés? Hát a kérdés egy olyan dolog, Balázs, amikor ugye meg szeretnél tudni valamit. Ugye a kezünkben van egy olyan relikvia, ami szerintünk most kevés embernek van, vagy lehet a kezében az egész világon, egy Cristiano Ronaldo által aláír Real Madridos mez, gyerekek. Hát bent a vezérigazgatónk páncélszekrényben. Visszavitte? Csak a titkárnőjének a testén keresztül tudjátok megszerezni. Hagyjatok rá. Megéri. A mezt tegnap már feltettük az Instagram oldalra, láthattátok, és hát
Nem lesz könnyű a kérdés, mármint abban a szempontból biztos nem, hogy egy ilyen matematikai, játékos, internet használatot igénybe vevős, kicsit gondolkodós, logikai kérdés. Humán, de egyben reális. Reális. Azt, hogy tudjátok, a választ az is reális. Igen. Gyerekek, hát ha én most reál drukker lennék, komolyan mondom, izgulnék. Tehát ha lenne mondjuk egy Roger Federer. Az vagy, nem nyílsz, hogy ha lennél. Hát reál drukker vagyok egyébként, igen, de nem az az nagyon elvetemű, tehát nem úgy, mint Zoli az Atletikónak. Kint voltam, szeretem őket, a spanyol focion én a Reálnak drukkolok, de nem úgy, ahogy teniszben Rogernek, hogy minden eredményt, minden tudok róluk. Szeretem a spanyol focit, és akkor már a Reálnak drukkolok. De és akkor egy ilyen komoly meggyőződés azért ebben. Elől Roger, hátul Pete, aláírásos mez lenne az, ami neked így a... Hát az már nem lenne a páncélszekrényen. Az nem lenne? Az eltűnt volna. Ha már nem tudunk bemennénk. Játszani. Ott nem csak a titkárnőt, az a Árpi testén is keresztül menne azért. Hogy bemennék, és mind a ketten meg lennének gyalázat. Mondjuk egy... És ott feküdnének. Így, és akkor... De Árpi! És ott a szegényet rá lenne dőlve. Nem tudom, ki volt, beletépte a páncélszekrény ajtaját is. Igen, igen. Hát és egy Roger Federer által aláírt Wilson ütőmölőjelű Wilsonnal játszik, azért ölni tudnék. Owen Wilson? Owen Wilson, igen. Na mindegy. Úgyhogy jó a kérdés. Jó a kérdés? Nagyon jó. Jó. De most majd egyszerre fogod elmondani, mert ez tulajdonképpen több kérdés. Érted? Egyszerre mondjuk. Egyszerre? Igen. Viszont azért fussuk át még egyszer a jó válaszokat, mert ha Laci nézte meg, tudod azért... Megnéztem. Jó. Megnéztem. Nagyon tudod, hogy azért ő a kezembe tesz bármi jöhet, aminek igen, semmi valóság alapja nincs, és utána minket meglincselnek. Jó, a... Szerintem ez az. Ez volt oda én már. Mindjárt. Na jó, most mit kell ezen cirkuszban? Egy plusz 5-6 év ide oda. Mit számít, igen. Csak egy rohadt meg. Gyerekek, és ugye beszélünk arról még a hírek után is, hogy indul a Budapest-Bamako rally, és hát mindenki nyilatkozik, hogy rendkívül kockázatosnak tartja a futamot. Ezen a futamon egyébként Bódi Szilvi is elindul. Hű, az jó. Az nagyon a kutya fáját. Hogy mi miért nem megyünk? Hogy mi miért nem megyünk? Egyébként megcsét. Elindul Bódi Szilvi, úgyhogy felhívjuk Bódi Szilvit, hogy meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy... De hova hívjuk fel, ami földszintes házban lak? Hát, telefonon, egyelőre csak telefonon. Hogy mire számít, milyen autóval megy, mire lehet számítani, meddig mennek, kivel megy, mi történik majd ott Afrikában, nem féle, és milyen volt most egyhuzamban legalább 4 napot Magyarországon tölteni, hogy ki bírta el. Mesélj nekünk erről, hogy milyen a szörnyű magyar valóság, mert legalább 4 napot most itthon volt, míg el nem utazott Mauritius és Mali között. Tényleg. Ahol tud majd szörfözni. Én bírom, amikor egy csaj így belevág egy ilyen komoly kalandba. Nagyon vagány, nagyon kemény kis csaj. Igen. Meddig tart ez? 2 hét? 3 hét? Hát szerintem még legalább 20 évig lesz kemény. 2 hét? Tudja a franc. Feri. Ezt neked kellene tudni. A Bamakót? Hát 2 hét. Na mindegy, megkérdezünk majd tőle egy csomó dolgot. Egy alfával ez csak el lehetne jutni a behajózásig. Nem, végig lehetne menni, tudod? Végig lehetne menni, amilyen járművekkel a Bamakón indulnak. Mondjuk ez is igaz. Amiket általában ott szoktak hagyni adománygyanánt. Igen, adománygyanánt. Tavalyi évben is ilyen régi mentőautóval mentek, az azt hiszem az el is ért odáig, úgyhogy lehet mindenfélével. Hát Szilvia biztos egy jobb gépjárművel vág neki. Na, megkérdezzük ezt is. Meg azt is kérdez meg a műszaki igazgatónktól, hogy miért nem tudunk ezen végigmenni, hogy reggel adást csinálunk, aztán bamakózunk. Hát, hogyha Dél-Afrikából nem tudtunk adást érted, az is produkálni, Afrikába akkor megy. Azért... Most elmondom, hogy miért nem tudunk ezen végigmenni. Na, memé. Azért nem tudunk végigmenni, mert mikor meghalljuk, hogy indul a Bamako, akkor mindig ezt kérdezzük 6 éve, hogy mi miért nem indulunk el ezen. Nem akkor kell megkérdezni, mikor halljuk, hogy indul a Bamako. Azt hittem, hogy ez így nem emlékeztek, hogy minden évben felmerül? Miért nem megyünk mi a Bamakon? Mikor van az indulás? Holnap. Hát akkor talán ezért. Talán ezért. Tehát, Gyula, mikor... jövőre indulnánk a Bamako. Tehát, egyszer a Bamako után kezdenénk el feltenni ezeket a kérdéseket, és egy évig készülnénk rá, akkor lehetne egy technikai háttér. De 6 éve minden Bamako indulásnál eljátsszuk ezt, hogy miért nem megyünk a Bamako. Azért nem, mert 2 napja megy. Tehát tulajdonképpen ez az oka, hogy nem tudunk elindulni. Minden más az adott lenne. Megadtuk, oké. Úgyhogy a válasz az ilyen egyszerű. Na jól van, 2 perc van pontosan, 9 óra hívjuk Bódi Szilvit, és jön a reálos kérdés. Ákos, hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 9 óra múlt 12 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, hello, bello. És mindjárt jön a kérdés, jó? Úgyhogy mindenki tartson ki, tényleg most már érezzük a nyomást, úgyhogy tényleg nincs már sok.
Nincs már sok idő, vagy nem kell már sok idő, és elmondjuk a kérdést. Ugye? Így van. Igen. Pontosan itt fogunk tenni. Kicsit sok projektet futtatok itt a számítógépen. Számítógépen előtt, gyerekek. Gondolom, hogy ti is nagyon-nagyon izgultok, hogy... Hogy mi van ezzel a kis kődarabbal ott az égben, nem? Ezzel a veszélyes aszteroidával. Van kő? Közeledik? Képzeljétek el, hogy igen, ráadásul ugye sokszor riogatnak bennünket, leginkább a bulvár újságok, hogy na most ez majd becsapódik, meg az becsapódik. Gyerekek, ez tényleg nagyon közel van. Nagyon közel van. Tehát egy 400-450 méter átmérőjű becslések szerint, egy durvább becslések szerint 1000 méter lehet. Ami azt jelenti... Egy kilométer. Azt a kutya fáját. De most miért veszel el tőlem minden? Miért nem hagyod, hogy okos legyek? Miért nem mondhattam ki, hogy egy kilométerre? Miért kell mindent elvenni? Meg van itt a Wikipédia, nem mehetem el az ígyszer mellett. Gyerekek, 1 millió kilométer. 1 millió kilométer. Most akkor 1 kilométer átmérőjű, vagy 1 millió kilométer? 1 millió kilométerre jön hozzánk közel. Igen, csak így egész halkan, mielőtt belelovalod magad, én nagyon szeretem, hogy tudományosan érdeklősz, csak felhívna a figyelmedet arra 2 évvel ezelőtti adásunkra, amikor elkiabáltad magad, hogy a 3 aszteroida már elpusztítja a Földet, és akkor így azok így elmentek balra. Azok nem azok jönnek? Azok jönnek. Így elmentek. Így. Csak megkértek, hogy ne beszéljek róla. Ja, értem. Fölhívott Pataki úr, hogy ne árulják el minden. Nem aszteroidek, hanem ufókok. Ők ufókok, de ők nagyon közelek. Vannak. Meg nem, ő amúgy is aszteroidiát mondott. Aszteroidia. Emléksz. Nem, érdekes a dolog. Egyrészt tárcsővel megfigyelhető. 2, hogy ezért nagyon nagy bajba lennénk. Erről már tudtak egyébként, tehát azonosították, ugye kiszámolták a pályáját. De gondold el, hogy ilyen kis 1 kilométer átmérőjű kis kövecske egyszer csak így megérkezne valahol mondjuk a csendes óceánba, hogy ez mit indítana el? Nyilván veszít ugye a méretéből, tömegéből a légköri surlódásnak köszönhetően, de hogy 1 millió kilométer durván, ami azt jelenti, hogy egy 3-szoros holdtávolság, ami ugye azért fönt az égen nagyon kevés, tehát nekünk sok az 1 millió kilométer, de egyébként az semmi. Mi van? Most nem már várom az első SMS-t, hogy figyelj, a reálos kérdést mondjad már, mert onnan megyek és feltrancsírozom a szarok az aszteroidra. Biztos, hogy a legtöbben így gondolják. Azt tudjátok egyébként, hogy 1964-es Szibériával letarolta... És megjelenek egy párral, tudod, hogy ilyen iszonyat, hogy egy reálos kömény ma. Hogy érzel, hol van az a rohadék? Kitépem a belé. És mi van? És azt tudjátok egyébként, hogy ami Cserjavin szelet felrobbant, az a hiroshimai atomrobbanás 500-szorosa volt. Atya, úristen! Na mindegy, nem. De ezt már a saját távcsöveddel észlelted? Vagy még mindig ott van, lecelofánozva? A celofán már leszettem. Engem ez érdekel. Lent van, ahol a kazán van, és bármikor jönnek gázszerelmén, hanem 2 hetente elromlik a kazán, akkor így ordítanak, hogy ez mi? Mondom, semmi, ez egy távcső, nem kell tőle annak félni. Az lesz a sors egyébként annak a távcsőnek, hogy a Balázs addig nem fogja használni azt a távcsőt, amíg a végén ide kerül majd a planetáriumba, egy vitrínbe, de nem valami kiemelt helyre, mert már olyan régi is ósdolás, amely a WC mellé fogják rakni, tudod? Csak közben ilyen kérdések jönnek. Balázs Kus, szóljatok a Balázsnak, hogy néha vegyen levegőt. Fagyoskodom a kocsiban, itt Bécsben. Jöjjön már az a rohadt kérdés. Annyira tudta. Na és visszatérve erre a távcsőre, hogy... Te most nem, tényleg. Már tudod, mire gondoltam? Hogy milyen szép dolog jutott eszembe? Hogyha rossz irányból nézed, ez 4-5 kilométer, 5 millió kilométer is lehet. Igen, akár. Vagy távolodik. Tényleg. Hogy majd ha Benni felnő, és már érett lesz erre, akkor nekiadod. Együtt nézzük majd az eget a távcsőben keresztül. Aha. Együtt nézzétek majd a dobozt a pincébe. Használati ebben mire? Már nem is emlékszel, mi a büdös franc van ebben, hittál már 2 évtizedet. Na mindegy, jó. Nem, én csak szeretem ezeket a csillagászati dolgokat. Érdekes, hogy mi lett volna, hogy kicsit valaki úgy dönt, hogy az a kő, az jöjjön egy kicsit arrébb, akkor azért most lenne nagy kapaszkodás. Na! Mondjam. Nekem már jött is SMS-e. De nem túl, nem túl cizellált. Imádom. Hogy mondjad már kérdés. Imádom. Meggyűlöltetni magam. Oké, tessék! A Hiroshimáról jut eszembe, most említetted az előbb a bombát, hogy volt egy dokumentumfilm, hogy az atomtámadást túlélte az egyik, tehát többen túléltek, de az egyik túlélő azt mondta, hogy na jó, hát ő itt ezt nem maradt tényleg, és elköltözött Nagasakiba. És azt is túlélte. Azt is túlélte? Azt is túlélte. Ez egy igaz történet, hogy elköltözött is? Most volt, azt hiszem, 90-valahány éves, és most halt meg. Atya Isten. Elköltözött, és Nagasakit választotta. Na, mondjad a kérdést, mert nem volt ez. Túlélni azért az nagyon kemény. Na, kérdés a következő. A szupernova, az aszteroide, meg az üstökös, az ugyanaz? Hát figyelj, nem teljesen. Szerintem méretben más biztos. Nem teljesen. Más az aszteroida, más az üstökös, más a szupernova. Aha.
Mik az alapvető különbségei ezeknek az égitesteknek? A következőt kell egymáshoz képest. Még a meteor és a meteorit sem ugyanaz egyébként. Uh-huh. Ez érdekes. Na mondjuk a kérdést. Jó? Jó. Azt tudtátok egyébként, hogy körülbelül 500 kilotonna robbanóanyagnak felelt meg az, ami 2013. februárjában a sűrű lakott Cseljabinsk felett felrobbant egyébként 30 kilométeres magasságban, és ez 30-szorosa volt a 45-ben Hiroshimára ledobott atombomba erejének. Tehát de nem ilyen... csapódott be? Nem, hát... Nem, energiahullámokat váltott ki egyébként, aha, ledöntött embereket a lábukról, tűzgolyó, fényesebb volt a napnál, 30 volt, tehát érdekes volt. Két egyébként. Biciklit borított fel. Igen. A kocsma előtt. Nem, olyan ibolyán túli sugárzása volt egyébként, hogy azonnali bőrégést okozott. Oh. Döbbenetes, az 2013-ban történt, februárban. Érdekes. Miért nem álltak oda ibolya elé? Tehát ha ibolyán túl voltak, akkor... Na jó, na most. Figyeltek, azt tudták egyébként, hogy az amatőr csillagászok legnagyobb ellensége a fényszennyezés. Igen. Illetve, hogy a Bamako Rallin a névadó baukaival nem fog elindulni? Biztos, hogy megvernek bennünk. Ez már csak nekünk szórakoztató. És azt tudtátok, hogy az emberi fej 3 kilót nyom? Hát kié, ugye? Az enyém 6-ot. Na mondd. És mondd csak, Joey. Láttál már falon pókot? Jöjjön a kérdés. Na, jó van. Hajrá! Nincs mezünk. Igen. Három nagyszerű, fantasztikus, legendás, most már lehet mondani ezt is, labdarúgóhoz kötődik a kérdés. Egy összeget kérünk szépen. A zsebünkbe, és tegyetek a meccs. Egy számot. Igen, mert keveslem azt, amit eddig felajánlottatok. Na. Puskás Ferenc, James Rodriguez és Cristiano Ronaldo születési évét adjátok össze. És küldjétek el nekünk SMS-ben a végösszeget. Tehát mikor született Puskás Ferenc, James Rodriguez, illetve Cristiano Ronaldo év szerint az éveket. Adjátok össze, és küldjétek el a 070-645-00-00-as SMS számra. Ennyi. Így kint van. Van. Kiment. Illetve adjátok hozzá annak a meteoritnak. Igen. Plusz, igen. A kilotonna mennyiséget vegyétek ki belőle. Jó, gyerekek, kint van a kérdés. Kiment. Barca rajongó kiméljenek, mezt elégetni akaró kiméljenek, mezt portörlő ronynak használó kiméljenek, tényleg azok írjanak, akik valódi örömet szeretnének szerezni valakinek, aljaskodni nem ér, ez egy elég komoly relikvia, olyan ember írjon, vagy olyanok írjanak, akik tényleg nagyon szeretnék, jó? Tehát aki csinál egy videót, rituálisan eléget, és elküldi nekünk hétfőn a videót, mikor átvettem ezt, azok ne írjanak lehetőleg. Lesz majd Barca mez is, gondoskodunk arról is, jó? Igazi fanatikusok olyanok, akiknek nagyon kell a mez, mint például az, aki a következőt írta, Balázsnak üzenve, meg lak tejszínen. Ezzel röhögtem. Gyerekek, hát figyelj, a kérdést ki kell várni. Előtte némi kultúra, gyerekek. Hát tessék, fölnéztek az égre, majd és látjátok, hogy háromszoros holttávolságban elmegy mellettünk, és elmormoltok egy imát, hogy de jó, hogy nem csapódott be, akkor jönne a Willis, aztán fölrobbantaná. Tehát kell az. Azt tenjünk. Na, hívjuk Szilvit, ő mit csinál? Bamakóra megy. Ja, Bamakóra mi megy. Mi sem tudjuk, de jól megy neki. Indul a Bamakón, amin mi minden évben el akarunk indulni. De most mindig későn ébredünk. Szóltam a műszaki igazgatónak, hogy jövőre mennénk. Na? Te csak ennyit mondtál, vagy hogy mondtad, hogy hova vagy? Nem, csak ennyit, hogy jövőre mennénk. Menjél szóval fel. Jó. Jó, felhívjuk Szilvit, aki indul a Bamako, megtudjuk, hogy mit csinál, hogy indul, mert hogy állítólag baromi veszélyes, ugye a külügyminisztérium is fellőtte a piros rakétát, és elmondták, hogy nem biztos, hogy jó, ha most valaki elindul a Bamakón, és rendkívül kockázatosnak tartja egyébként a külügyminisztérium a futamot. Ennek ellenére egy törékeny nő, Bódi Szilvi, elindul ezen a futamon. Na, a törékeny ki fogja kérni magának. Az. Most mit kellett volna mondanom, hogy a dromedár, vagy a nagy darab? Vagy, nem feltétlenül a másik irányba. Egy nőre az, hogy törékeny, az bántó? Hát azért ő nő, hát egy nő törékeny. Nőnek nő, de nem a törékeny fajtában. Az igaz, a Szilvia, hát láttuk a celebben, hogy azért messzebb. Ő keményen adott, hogy pakolni magát. Igen. Na, itt van velünk Bódi Szilvi. Hello Szilvi, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Na... Na, a törékenyel nincs semmi baj egyébként. Ugye, hogy az egy szép, hát ezt lehet mondani. Nem, most teljesen jó fejek vagytok. Ez nem sértés, szerintem ez jó egy nőnek. Néha azok is tudunk lenni, igen. Figyelj, láttam a bejegyzéseidet, ez mindig egy internetes portál lehozza.
hogy éppen hol szörfözöl, most indulsz a Bamakon, milyen volt egy 4-5 nap Magyarország? Mennyire viselt? Hát, átutazóban vagyok Magyarországon, igen, hazajöttem, most itt eszem a reggeli rizsemet, és akkor indulok Afrikába, úgyhogy gyakorlatilag jó volt, ezt így szerintem ki lehetett bírni. Most ezerre pakolás van, mindenféle csempészárukat viszünk ki Afrikába, biztos, ami biztos. Erőteljesen készülni kell egyébként, hogyha itt valakinek, nem tudom, elütjük a tevéjét, akkor egy ilyen kamu Rolex-el, vagy egy Playboy-jal állítólag. Nem, ezek luxus cikkek kint, ezek nem, ilyen nagyon érdekes dolgokat kell vinni ebbe az országba. Nem olyan egyszerű ez. És akkor visztek ilyen dolgokat, amire ott majd a hatóságot, hogy mindenki más egy picit finoman le tudtok fizetni, hogy engedjenek el? Igen, abszolút készülünk ilyenekkel. Rengeteg adományt is gyűjtöttünk, amit már egyrészt leadtunk, másrészt viszünk mi is gyerekeknek ilyen iskolai dolgokat, de emellett nagyon javasolták, utána olvastunk, hogy érdemes ilyen különböző magazinokat, amiket ott nem lehet beszerezni, vagy tegnap például egész nap kínai piacon voltam, ugye ilyen Rolexeket venni. Én egész héten ott volt. A Jani ott él. Neked ez egy életidegen közeg, a Jani ott él. És akkor viszel Rolexeket tényleg, és ezeket odaadod majd ott mindenkinek? Igen, mert hogy ezzel gyakorlatilag például, hogy ha nincs szállás sehol, akkor is találnak. Tehát ilyen, mondjuk viszem azért a jó kis afrikai hálózsákomat, amit kimentettem a dzsungelből, azért az itt van velem egyébként, úgyhogy... Hiányzott is a leltárból. Igen, gondolom. Na, de mindent viszek onnan. Nyugtass meg, Szilvi, viszel valami olyasmit is, ami bevág, hogy legyen értelme a Facebook oldalat látogatni. Jó, ígérem, nem hagylak benneteket majd hírek nélkül, de nem tudom, hogy mennyire lesz internetünk egyébként. Hát igen, ott azért nagyon nincs egyébként. Hát igen, ott a sivatagban nem hiszem, hogy annyira fog pörögni a 3G, de egyébként vannak ilyen helyi kártyák, úgyhogy majd fogunk olyat beszerezni. Úgyhogy szerintem azért fogok tudósítani. De ti úgymond a kicsit talán lightosabb útvonalon mentek, nem? Ha lehet így mondani. Kultúra kategóriában. Tehát jó, kultúra kategória, igen. Igen, mi leszünk a Bamako Bélák, és gyakorlatilag túra kategóriában indulunk egy ilyen különbség, mi a különbség? Más az útvonal, vagy nem kell annyira hajtani? Hát egyrészt nem kell annyira hajtani, tehát most nem mondom, hogy a megérkezés nem fontos, mert fontos a cél, de viszont inkább az oda vezető utat mi szeretnénk kielvezni, mondom, adományokkal készültünk, van nálunk azért némi vörösbor és pálinka is a biztonság kedvéért, úgyhogy tehát mi úgy szeretnénk magunkat jól érezni, megélni ezt az egészet, de nem kell hajtanunk, tehát nyilván be kell érni az adott célállomásokat, teljesíteni kell a napi etapokat, de nincs ugye időhöz kötve, tehát nem hajt minket a tatár, és hát nyilván ott lehet választani útvonalakba, például mi már az elején egy kicsit kivélni akarjuk az autót, meg a sofőrünket, meg magunkat. De hogy nem ugye, is vezetsz, tehát sofőrjön is van. De vezetek, nem, vezetek. Úgy van, hogy négyen vagyunk az autóban, jön az édesapám is, az egyik legjobb barátnőm, és egy barátunk, tehát így vagyunk. És hát eredetileg úgy volt, hogy mi ugye nem kapunk volánt a kezünkbe, mert hogy majd a fiúk vezetik, ezt és ők tudják. Aztán találtunk egy elég nyomós érvet, ugye a pálinkázást, hogy akkor ők a hátsó ülésen tudnak pálinkázni, mert azonnal kaptunk vezetési engedélyt, mindkét lány, úgyhogy gyakorlatilag ez így szuper lesz, mert eredetileg is úgy akartunk menni, hogy két lány ketten elindulni. Uh-huh. Mikor volt olyan utoljára, hogy a faterod elment veled egy programodra? Hát régen volt már, szerintem utoljára az ilyen óvodai Mikulás ünnepségen volt körülbelül ez, úgyhogy ahhoz képest ez egy ilyen nagyobb lélegzetvételű dolog lesz, de a fater az nagyon őrült. Tehát igen, meg sportos fiatalos, ahogy láttam így a fotókon. Igen, ő, ha kell, kitolja a kocsit a homokból, ha kell, összedob egy kaját, ha kell, megbeszéli, hogy ne vigyenek el két tevéért, ha kell, lefut egy maratont, mert ilyeneket is csinál, tehát egy nagyon jó kondícióban lévő pasi. Úgyhogy szerintem ő mindenben jó partner lesz. Szerintem erős a csapatunk, azt gondolom. Hány hét? Két hét ez? Meddig tart? 16 nap. 16 nap. Közel 9000 kilométert fogunk menni, és 16 nap alatt. Még mondjuk a kompos utat választottuk az elején, mert ugye itt az Európa és az afrikai kontinens között ott van egy kis szakasz, amit nem lehet autóval ugye megtenni, csak van, aki lemegy egészen Franciaország, Spanyolország, és akkor az sokkal hosszabb kocsival. Mi viszont úgy megyünk, hogy rögtön az elején Genova után kompresszálunk, és akkor 48 vagy 50 órás kompúton leszünk. Az, kicsit rövidítesz, ja.
Hát igen, tehát a kocsi pihen, nem hajtjuk szét, mi is pihenünk. Azért itt napi 5-600 kilométer átlagban a táv, amiket meg kell tennünk. Tehát az nem kevés, és ez 16 napon át. De rátok akkor nem leselkedik valós veszély, nem? Tehát inkább azokra gondolom, akik a sivatagban mennek. Hát de mi is ott fogunk menni, csak mi a part mentén fogunk menni. Uh-huh. Ők meg nagyon-nagyon bemennek szerintem, ahol ilyen brutál homokdűnék vannak. Nyilván ott is lesz, ahol mi járunk. Tehát riogatnak minket, hogy volt olyan, hogy 30-40 méter alatt, 30-40 méter tudtak haladni 5 óra alatt. Tehát ilyen is volt. Úgyhogy lehet, hogy lapátolnunk kell a homokot, de ettől sem riadunk meg. Tehát én azt gondolom, hogy remélem, hogy jó kalandos lesz, és várom nagyon. Tényleg el kéne indulunk, gyerekek. Az állandás alapján ez jó. Ugye, ha nincs internet, akkor picit szorulunk, mert akkor nehéz átlőni az adást, ugye, de majd most... Ilyet kellene nektek. Ilyet kellene egyébként, igen. Benne a sivatagban, vagy ezen a kis betorúton valahol végig menni. Hát megépítünk ki elméletileg egy rádióállomást is ott a helyieknek, nem tudom, arról tudtuk. Igen. Tudtuk-e. Igen. Igen, úgyhogy készítjük nektek elő a helyet. Igen. Egy Horváth Gyula nevű ember lesz a műszaki. Igen, egy kicsit próbálnak ott így a kulturális részébe is segíteni, nem csak adományokkal, egyébként rengeteg adomány jött, nagyon szuper, hanem ilyen rádióállomást akarnak összerakni Bamakóba, és akkor ehhez folyamatosan érkeznek a felajánlások, erősítő innen-onnan. Hát nyilván ilyen kezdetleges, képzeljetek el, de állítólag megvan minden, és az is megy ki, úgyhogy ott össze fog állni az első, nem tudom, Bamako FM, vagy nem tudom, mi lesz a neve. Úgyhogy akár, ha gondoljátok, akkor lehet, hogy egy ajánlattal majd meg is keresünk benneteket. Meg lehet, hogy jövőre el kéne indulnunk. Igen. Egyébként. Igen. Mikor indultok? Ma, holnap? Most mindjárt pár óra múlva. Tényleg? Most 2-kor van a hivatalos start, és akkor úgy van, hogy körülbelül ilyen 4-5-ig mindenki elstartó, mert percenként indítják az autókat, és értelemszerűen versenyautók lesznek, akik ugye versenyeznek, utána vannak a motorok, vannak olyan őrültek, akik motorral csinálják meg ezt a közel 9000 kilométert, tehát na azt mondom, hogy le a kalappal. Úgyhogy utána jönnek a motorkövő, hogy 30-an vannak, ha jól tudom, és utána jön majd másik kategória, és akkor a végén a túra kategória. Tehát mi nagyjából szerintem ilyen 3-4 körül fogunk elstartolni majd a Lourdi háztól, úgyhogy ott van a gyülekező. Mert én utolsó simításokat csinálom itthon a bőröngyeimen. Sminkkészlet bent van. Persze, tudjátok, ez nekem mindig is tudja. Ne viccelj, igen. Erre figyelj oda mindenképpen, mert amúgy tényleg nem veszélytelen. Azt hiszem, hogy tavaly előtt az egyik manőkenek például nem tartott ki a műszempillája vég. És volt egy csúnya műkörömtörés is. Igen. Vigyázzok, hogy jó legyen a tevésztelfim. Úgyhogy nem, hát itt inkább ezeket a balzárokból vagyok felszerelve. A tevés szelfi. Igen. Jól hangzik. Jól van, Szilvi, ügyesek legyetek, akkor drukkolunk. Lehet, hogy beszélünk, ha visszajöttél. Jó? Ügyesek legyetek, sok sikert, hajrá! Sziasztok! Köszönjük szépen, Bódi Szilvi, puszi, ciao, hello! Szilvinek köszönjük szépen. Azért ez nagy kaland jó, lehet, az. Nem? Még akkor is tényleg, ha ezen a bizonyos másik úton mész, tehát nem a versenykategóriában, a verzió, a lájtosan, az is nagyon szép helyeken megy, tud segíteni, ott is előfordulnak olyan dolgok, amit ő mondott. Nekem egy ismerősöm, a búzasanyék volt a 2 évvel ezelőtt. Ők úgy mentek, hogy egy mikrobuszt átalakítottak kocsmává, ezért biztos, ami biztos, hogyha este beírom, akkor legyen egy sör, és ők is mondták ott, hogy volt, hogy ki kellett húzni homokból kocsit. Mert annyira beásta magát ott a tengerparton, hogy nem tud tovább menni. Sanyinak is volt tevepatás szelfie? Hát biztos lehetsz benne, ő mindig csinál egyet. Bárhol van, ha van teve, ha nincs. Egy jó tevepatás szelfie. Sanyi, kicsit szorosan adrág, ne? Csak egy igazi, ez csak egy igazi tevepatás. Meg kellett húznom, nehogy bemenjen a homok. Az is szeretem, igen. Na, gyerekek, hát annyi SMS, hogy nekem lefagyott a gépem. Nektek érkeznek az SMS-ek? Jönnek? Nekem 9 óra 20-kor megadta magát. 9 óra 20 perc, 17 másodperc. Igen, az 9:20:17, így van, megállt. Még egyszer elmondjuk természetesen a kérdést. Azt mondja, hogy Puskás Ferenc, James Rodriguez és Cristiano Ronaldo születési évét kell összeadni, és utána pedig elküldeni nekünk ezt az összeget. Ha valaki nincs internet közelben, ne keseredjen el, hívjon föl valakit, egy ismerőst, akinek van okostelefonja, gyorsan diktálja le a kérdést, elküldi nekünk a választ, abszolút jó. Hagyunk is rá időt, nem hívjuk a nyertest, tehát senki ne gondolja azt, aki esetleg nem tudom, nincs internet közelben, hogy ezzel kizártuk a játékból. Ezt nyilván fejből nem lehet tudni, viszont tessék egy kis télelmesnek lenni, fölhívni ismerős gép elé, leültetni, bekapcsoltatni, gyorsan összeadja, megmondja, ti pedig külditek nekünk SMS-t. Akár csak a hármas ugrásban természetesen így sem kizárok, hogyha valaki nem séróból vágja ezt a dolgot, ezt internetről is lehet tudni, de annyit segítünk, hogy mind a három dátum 19-el kezdődik.
Igazi úr vagy, de tényleg. Hogyha fádat sokat segítettünk. Na jól van, 9:30 múlt pontosan 2 perccel, mindjárt jövünk a nyertessel, és a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9:45 lesz pontosan 6 perc múlva. És... itt vagyunk, várjuk még a válaszokat, jönnek, adjunk egy kis időt, mindenki nyomozzon, használja az okos telefonját, hívja a rokon, szomszédot, bárkit, egészen nyugodtan, bármilyen segítség igénybe vehető, egy Cristiano Ronaldo és... és James Rodriguez aláírással díszített Real mez a tét. Gyerekek, ez eszem meg át, tehát leteszem a hajamat. Ez eszem meg. Én fölvenném szívesen. Csak a rövid időre milyen az, mi? De tényleg egy komoly ereke van még most a mi birtokunkban, viszont mindent a hallgatókért alapon mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem visszük haza, sokkal inkább odaadnánk valakinek ezt szeretettel, aki játszik velünk és küld SMS-t, úgyhogy küldjétek el a jó választ az SMS számunkra, jó? Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Egy egészen érdekes... telefonálónk volt, ugye beszéltünk arról, hogy a Rákóczi Ferenc hídon ugye átadták az egyes villamosnak tulajdonképpen a lehetőséget, hogy átmenjen, kész a simpár, zöld a gyep, minden gyönyörű, csak most van egy kis baj, hogy nem biztos, hogy a híd elbírja az egyes villamost. De a fű szép, na ennyi, hát most mit akadsz fönt? Erről beszélgettünk, kicsit mosolyogtunk a híren, és aztán betelefonált Fazekas János, aki a Láncít hídmestere, és így nagyon jót beszélgettünk vele egy olyan foglalkozásról, amiről szerintem már kevesen tudnak, hogy van ilyen, hogy minden hídnak Budapesten megvan a saját hídmestere. Aki minden napot sétál, tehát ha mész a valamelyik hídon, akkor valószínűleg te is láttad már, igen, hogy ott van egy ember, csak nem tudtad, hogy ő az. Igen, hosszasan beszélgettünk vele, nyilván most az ismétlés egy picit rövidebb lesz, minden esetre János olyan érdekes dolgokat mondott nekünk arról, hogy mi egy hídmester feladata, mit csinál ő nap, mint nap, és hogy milyen szép az ő foglalkozása. Ő a Lánchídért felel, ő tulajdonképpen a Láncid birtokosa, és az édesapja és a nagypapája is hídmester volt. Hihetetlen szép foglalkozása van, ami ugye apáról fiúra szállt. És hozzá tartozik a Lánchíd tokja is, az alagút. Az alagút, így van, azt is ellenőrzi. És aztán volt egy nagyon helyes játékosunk, Ildikó, a Bodrog keresztúri szódárus. Egy hídmester és egy szódárus. Már önmagában gyönyörű voltam a reggel. És hát ott pedig egy ilyen kis, nem is tudom, zenei kérdés boncolgatáson mentünk bele, hogy mit csináltunk, nem hát akarták a hallgatók elfogadni, hogy mit játszik az ő autója. Hát gyakorlatilag a Takta közi Owen bácsi és Beru néni kitelepülésünket hallhatta. Igen, nem játszottunk vele Owen bácsi Beru nénit, hanem a játék ugye arról szólt, hogy aki először kitalálja, hogy az ő autója milyen dallamot játszik, akkor nyer egy ajándékcsomagot, és nyer Ildikó is. Hát itt a hallgatók pedig lincs hangulatot mentek át, mert hogy nem hitték el, nem hogy ez vagy, vagy apostol, vagy mi volt a másik? Azt mondja, hogy... Zárai Vámos. Zárai Vámos, Zárai Vámos, több, igen. Nagyon sok jött, jött a házi buli zenéje, jött a Balázs Balázs buli. De jó, hogy nem én mondtam. Én szeretem nagyon. Nekem figyelj, mi testvérvárosiak vagyunk, ő is Békés Csabai. Igen? Ügyös, persze. Te rád büszkék. Ő rá is. Ügyes. Ő rá is sokan. Na, ja, persze. És amikor találkozok, akkor mondod, hogy szia, Puli. Aha. Dehogy is. Jaj, te. Egyszer már írják már rólad is, hogy olyan rohadék vagy, mert mindig rólam írják meg. Úgy örülnék, hogy beszólt Rákóczi Ferenc, ja, annyira szeretnék már egy ilyet, nem hogy beszólt Sebestyén Balázs. Ez csak neked adatik földi meg, Marta puli, meg. Igen, földi ért, pulit mondod, tessék megírni, nem csak mindig velem szemétkedni. Na, szóval, hogy érdekes pillanatokat éltünk át ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. Hát, tehát ezt én nagyon szerettem, gyerekek. Tehát komolyan mondom, a Bodrog olaszi szóda árus együtt zenél egyébként Ildikó az apostollal. Nagyon jó volt. Közben egy hídmester, aki elmondta, hogy övé a Lánchíd idézőjelesen. Egy hídmester és egy szódárus. Hát micsoda retro, óriási, nem? Volt, és a szódárusos anya kapcsán ugye láttuk a lelki szemeinkkel, ami gyakorlatilag is megtörtént, hogy ugye elnyomta egyszer a szignált, kétszer a szignált, háromszor a szignált, és az utcában meg gyűltek ki az emberek, hogy vegyenek szódát, és nem igazán értették, hogy miért kell többször egymás után elnyomni a szignált, amikor ők már kint várakoznak, ugye az üres kis palackjaikkal. Igen, de hát közben Ildikó ugye élőadásban volt a Morning Show-ban, és hát muszáj volt nyomnia, hogy összehasonlítjuk egy most tövismadarak, vagy Zárai Vámosi, vagy éppen apostol, de azt hiszem tényleg győzött az apostol, tehát jó helyre ment az ajándék, jó helyre ment az ajándékcsomag, igen. Na. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hát azért egy fröccsöt megkívántam. Ahogy ugye? Ha legalább énekelni, nem akartál, de...
De annyira klassz, hogy hirtelen ott vagy Bodrogolasziban, látod az autót, ő nyomja a gombot, az egész ország hallja, nem annyira jó, és egy kicsi autóból szól a itt vagyok, szódát hoztam, dallam. És ez mekkora feeling ez a szódaszállítás, ez tök jó. Igen. Van nálunk is a kerületben, és sajnos én nem élek a lehetőséggel, vagy eddig nem éltem, de lehet, hogy innentől kezdve. Mondd meg, hogy zenéljen. Felhívtátok rá figyelmemet. Zenéljen, akkor jobban. Azt nem kívánnám, zenéljen. És nem az apostol miatt. Hát és régen még becsöngettek, hogy akkor van, kell-e kés élezni, emlékeztek? Igen. Köszörűs nyomta, ott megélezte neked a krumplis dinnyés. Hát jó, most mire, is van hogy emlékeznél te erre? Jó, hogy nem már azt mondja, ó, szeres! Amikor laktunk a harmadik kerületben. Rongyot veszek. De jó is az. Na, hívjuk akkor először a meznyertest. Jó? Reméljük, hogy jó helyre megy, reméljük, hogy örül. Hát gyerekek, több ezer SMS, szóval, hogy mindig nehéz ilyenkor a helyzetünk, mert hogy egy valaki örül, a többi pedig elmormol egy halkimát, hogy mit csináljunk a saját szüleinkkel. Hát de nem egyébként, bocsánat, csak a Jani, ő válasz. Ja, nem, sorsoltunk, gépi sorsoláson. Hát nehéz. Halló, jó reggelt kívánunk! Jani, Csabi, Feri, Balázs, hello! Jaj, de nagy öröm lesz, úristen! Hello! Sziasztok! Szia! Hogy hívnál? Marci vagyok. Marci, honnan? Hol hallgatsz minket? Hát most Budapesten vagyok, de Dunakeszin lakom. Úristen, el se hisz? Hát... Jézus, atya úristen! Jaj, munkába vagyok, úgyhogy... Mit csinálsz, Marci? Hát én kereskedelmi asszisztens vagyok. És most ott a munkahelyeden ért téged ez a telefon. Igen, na, igen, igen, igen. Ugye volt egy kérdés? A kérdés pedig az volt, ugye, hogy, vagy egy kérés felétek, hogy küldjetek el nekünk egy számot, ez a szám pedig Puskás Ferenc, James Rodriguez, illetve Cristiano Ronaldo születési éve összeadva. Puskás Ferenc ugye 1927-ben, James Rodriguez 1991-ben, Cristiano Ronaldo pedig 1985-ben született, igen. A végösszeg pedig... 5903. Ez az! Szuper, szuper. Nem tudom, hogy hallgatják-e otthon a családom, a fiam, de úristen, el se hiszem. Neki, a fiadnak nyerted? A fiamnak nyertem, igen, 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 igen. Hány éves? Úristen, várjatok, 17 lesz. 17. 17 lesz majd most idén, igen. Most volt a névnapi Attila, úgyhogy... Óriási Real Drucker? Igen. Igen, igen, igen. Mondhatom azt, hogy óriási, de inkább a Ronaldo az, aki egy példaképe neki. És nem csak a haja miatt. Nem. Eleve a tudása miatt, ugye folyamatosan nézi a YouTube-on a videókat róla, de hát tényleg szerintem is egy futballozik a fiad is esetleg? Futballozik, igen. De jó. Na, hát akkor jó helyre megy. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon, úristen, elsze is. Jaj, nagyon köszönöm. Hát igazán nincs itt, mi örülünk, hogy örömet tudtunk szerezni. Hordja, viselje egészséggel, vagy tegye ki, kereteztesse be, vigyázzon rá. Igen. Ez mindenféleképpen szerintem ez a falra kerül. Helyes. Örülünk, hogy örültök, és igen, hogy jó helyre megy. Marci, köszönjük szépen. Jó. Köszönöm én is. Szia. Hello. Bárcsak tudnánk minden hallgatónak adni, de hát sajnos ilyenben mondtuk a Szőlősi Gyűrűnek, hogy lasson alá 13-14 ezer darab mez. Valamiért nemet mondott. A reálfanoknak valamiért nem tudta teljesíteni. Igen, lesz még ilyen, jó, ne keseredjen el az, aki nem nyer, tudjuk, hogy nyilván sokan szerették volna kicsit a dolog. Abból a szempontból nyilván igazságtalan, hogy egy nyer, a többi szomorú, de hát ez ilyen, meg kell próbálni. Aztán hát, ha ti is legközelebb szerencsések lesztek, most Marcinak volt szerencséje. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Szódás. Ezen a héten, gyerekek, még nem volt nap hallgatója. Oh. Majd most. És ha gyorsan leteszem. Morning show! Bizony, na végre! El sem hiszem, tök ciki! Ne haragudjatok! Juli, hello! Szervusz Balázs, szervusztok, üdvözöllek benneteket, nagyon szia, boldog vagyok. Olyan jó, hogy... Na, hogy még egyszer megtörténjen a mi reggel. Igen, hát nem akarom elmondani, mondd el inkább te, ugye volt ez a kis szódás bejátszásunk, meg előtt és minden más, és írtál nekünk egy nagyon helyes SMS-t. Mi történt? Hát figyeljetek, már kezdődött reggel úgy a cukrászlánnyal, aztán jött a hídmester, aztán jött ez a szódás. Hát ilyen jó műsor, ilyen spontánul jó műsor azért nem mindig van, és olyan jókat röhögtem, hogy egy kicsit ugye már benne vagyok a korba,
De mondom, édes Isten, ezt muszáj valakinek elmondjam, mondom, kinek mondjam, ha nem odaadásba. És aztán mit, lesz, ami lesz. És mi történt? Mondtam, hogy hát egy kicsit bepisélt. Annyira helyes vagy, de komolyan édes vagy. Úgy teszek, veszek a konyha közepén, és mondom, Jézusom, nem hiszem el. Igen, sűrű volt a mai napunk, tényleg kicsit sűrű ilyen. Sűrű volt, de nagyon jó volt, nagyon-nagyon. Imádlak benneteket, mindegyik kötöket külön másért, de most a mai nap a Jani röhögtetett meg. Olyan jó beszólásai vannak, hogy az nem igaz. Örülünk, örülünk ennek abszolút. Mindegy is, a lényeg tényleg bárki nevessél. Jani, az is jó, bármi jó, csak nevessetek sokat, van, persze. Pisíjetek sokat. Pisíjetek sokat, nevessetek sokat. Ez nekünk nagyon-nagyon így jó. Van. Tudod, mi a poén benne? Hogy én egy családi napközit üzemeltetek, és mit mondanak a pelenkások, ha Juli néni is bepisél? Hát igen, igen, de hát igen. Szimpatikus, hogy ezt így vállaltad. Juli, van egy szép ajándékcsomagot, küldjük nagyon neked, jó? Nagyon szépen köszönöm, életemben először nyertem tőletek, köszönöm, köszönöm. Na, kiaranyoztátok a napomat mindenféle. Kérdeztem, hogy hol hallgatsz minket, hogy hova küldjük, hol vagy? Százhalombattán. Jól van. Küldjük, jó? Tudom, nem a szíved Csücske Balázs. Ne, ott lakom onnan 3 perc, sőt, ha jó idő van, akkor látom az erőművet, hogy lángol. Na, ezért gondolom, nem a szíves csücske. Különösen örülsz neki. Lángol. Mindig kihordizoltok, lángol. Hülye az erőmű, te hülye. Nem, meg most gondolkodik is olajrészvényekben. Ugye? Kettő, hogy olyan 4-szer voltam már régebben, amikor még úgy vezettem a százhalombattai rendőrőrsön, mert mindig oda kellett bemenni azonosítani, hogy tényleg ott álltam-e meg, ahol megálltam. Úgyhogy sokat járok én arra. Jó, van, Juli, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, boldog vagyok, és Morning Show az én rádióm. Az, köszönjük. A Klap FM. Hát, azaz. Igen, puszi. Azaz. Szia, Juli, köszönjük. Ciao. Szép napot. Neked szép is, hello. Jaj, de jó volt, de aranyos volt. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, tegnap annyira meghatott az elmentes övezet, érted, a Gáborra. Csinálsz is egy jó pacaprököt. Tényleg, nem, az volt, hogy itt beszéltünk az sok-sok egészséges kajáról, mentem egy piacon, és egy malac császárhús így rámugrott. Nem tudtál ellenállni neki. Nem tudtam ellenállni, és eszembe jutott, hogy az olaszoknál van egy ilyen étel, azt mondjuk ők egész malacból csinálják, hogy megtöltik mindenféle zöld fűszerre, föltekerik, ez a porketta az a neve. Porketta. És a Csabi biztos evett már odakint, ilyen nagy, na, egy egészet nem csináltunk meg, de ebből a malac császárból, ami egyébként egy viszonylag olcsó rész, tehát hogy még takarékos is, egy gyönyörű tekert malacot csináltam, ez van fönt, és azért is jó, mert hogy nyilván nem veszel belőle egy 30 dekát, hanem egy kicsit többet, ha már ott vagy, és másnap a gyereknek szendvicsbe a suliba, olyan gyönyörűen lehet így szeletelni. Tényleg? Nagyon jó. Így szeretek be így berakozni, mint laminált porkett. Persze. Ezt tegnap megmondtam otthon a békának, hogy ez a poém. Úgyhogy fönt van a mi Facebookunkon, tehát a Morning Show Facebookon fotó, recept meg egyebek. Jó? Nagyon komplet, nagyon komplet. Így. Csabi Kámre, meg zenék? Képzeljétek el, dalpremier lesz ma a Kívánság műsorban. Tetszik is a dolog, meg félek is tőle. Nem kell félned, mert a srác felfedezésében te is jelentős szerepet vállaltál még annak idején az iparban. Nem? Nem, az várjál. Iloka! Takács Nikolász. Nem, az volt a Prügyi Duó. Fekete Pákó. Nem, Takács Nikolásznak lesz a vadonatúj dala a Telihold, és itt a Kívánság műsorban. Azt még én csináltam a Nórival az első évad az X-Faktor. Azért mondom, hogy neked köszönhetjük, meg is hajlunk előtted, de a vadonatúj dalhoz most nem tudom mennyi között van, de minden esetre le fogjuk játszani, jó? Semmi. Ahogy a felfedezésért sincs, mert remek a casting, akik csinálják, ugye az X-Faktort, én csak műsorvezető voltam. De az egyik legerősebb széria, Nikolász, Jani Csákveca, Wolf Kati, Vastag Csabi, az egy erős széria te, volt. Hát azért tegyük hozzá, hogy azért kellett hozzá az jó műsorvezető. Hülye. Nem erre gondoltam. Na, szóval, hogy egy új Takács Nikolász dal, az jó? Így van. Jó a dal? Meghallgattad? Még nem sikerült nekem sem, hiszen mi vagyunk az elsők, akik majd ezt be tudjunk mutatni. És világpremiér, ez azt jelenti? Világpremiér, senki nem hallotta, valószínűleg a készítők már igen, tehát Nikolász, amikor felénekelte a stúdióban, biztos hallotta. Ez megnyugtató azért. És én ilyenkor szeretem azt az izgalmat, hogy a hallgatókkal együtt. Megtehetném, hiszen már mi megkaptuk, de én szeretem ezt az izgalmat, hogy a hallgatókkal együtt hallom először. Jó van, akkor izguljál. Meghallgatjuk. Meghallgatjuk. Én imádom a Nikolászt, nagyon nagy. Az egyik legtehetségesebb. Nagyon jó énekes. Kiváló énekes, így van. Jól van. Na, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk. Hasznos információkért látogassatok el a honlapra. Mindenféle információt megtaláltok, ha valaki segíteni szeretne.
annak a családnak, akiknek ugye leégett a családi házuk, brain dráma az egész történet, szívszorító. Egy ország fogott össze, ott van a honlapon a bankszámlaszám, minden hasznos információ, aki tud, segítsen nekünk. Jó, arra kérünk benneteket, illetve pontosabban nem is nekünk, hanem ennek a családnak, hogy örömet tudjunk majd nekik veletek együtt szerezni néhány hét vagy néhány hónap múlva. Mielőtt elengedjük egymás kezét a hétvégére vonatkozólag, neked gyűjtöttem egy nagy... Ugye nekem is? Rahatul fogtok hiányozni. Fogjuk kibírni hétfőig. Neked gyűjtöttem egy nagyon fontos programot. A Hortobágyi Nemzeti Parkban holnap rétisas megfigyelés és számlálás van. Menjél, Feri. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.